Hú, az kemény, jó, az kemény, megy a stream, és... jó, megy a stream, sziasztok srácok, mi a helyzet, Mizu? Meg ilyenek, vágjátok. A szokásos, amit szoktam mondani minden streambe. Ha, várjál, hopp, elvesztetek. Ha. Rendesen, ez nem olyan az a streamelés, a biciklizés, hogy az ember nem felejti el. Ó, Bugli, köszönöm szépen a követést. Hello, hello, üdvözöllek a csatornán. Hálsezünk, wow. Ez kemény lesz, de még nem néztem meg a heti kül. Fú, át is váltom. Minden további nélkül, ha nem haragszatok meg, mert én ezt hétvégén vártam. Hol? Szia, Zsombor! Ja, questek, fú! Nem néztem meg, használtam olyan komoly technikát, hogy nem néztem oda, amikor kidobta, bár igen, ezt a felszpelesre emlékszem, mert ez még a pénteki, mert nem. Még a szombati, mert ezt rerololtam. Na, play 25 spells, oké. Okay. 3 games az Shaman, Warlock or Warrior, hát Shaman vagy Warrior fix lesz. És a Shamannak meg vannak nature spelljei, meg amúgy a játékban vannak spellek, bár ezt akár rerolhatom is. Meg megint van Ranked Quest. Na mindegy. Szia, Medgaz! Dénes, jó, oké, rendben, így vágom, oké. Szia, RDM, Mizu. Nyomjuk. Kérünk egy újat, istókját. Nem adta ki főnök, na mindegy, 100-asért nem gáz, amúgy, amennyivel kevesebbet kaptunk volna. Ja, és akkor ezzel elég rendesen tudunk, nem arra, progresszelni. De közel van egy szint. Hát megmerem lépni azt, hogy lehet, hogy a mai streambe meg lesz 3 ilyen zsák. Fix. Na, folytassuk az arénát, még pont egy Death Knight aréna. Nem teljesen emlékszem a deckre. Az öreg Heart Arena automatikusan bekapcsol szerencsére. Ó, igen, tudom. Jó, van ilyenünk is, ja, ebből van 3, fú, ez goated az alap. Ez nagyon nagyot megy az alap. Ja, oké, fasza, meg van 2 holohoundunk szerencsére, adja az Isten. A Sea Giant is egy tök jó alap egyébként, de így... Meg elég hamar ki lehet rakni, de... Na mindegy, szerintem csapassuk. Az a fix. Fix. De jókat nyújtózkodok. Megkikapcsolom magam a hangot, mert egy kicsit kontaktos. Megint van hang a fülemben, nagyon jó. The Lich King versus Kael'thas. It seems my work is not finished. All will serve me in death. Aha. Ezt még, nem. Most még nem. Elemen ez? Szia, Prince! Jó, hát ez... ez nem álmom keze, meg amúgy egy kicsit lehalkítom a játékot. Mert amúgy szétmegy a fülem, meg így tudom, hogy a streamben is hangos. Így levesszük, hogy csak így. Óvatosban. Hát... Kellene korpszok, mert nincsenek. Ki kell húzni a value-t, mert különben nem lesz jó. Mármint, hogy húznék lapot 2-ért, de... még egy Howling Blast, jó. Vagyok rá.
was me too. This is occurs in both players' decks that didn't start there. Amúgy nem tudom hányan fejezted be az arénát, hol hagytuk ott? 8-7-1-nél? Azt hiszem 7-1-nél. Na akkor húzunk. Zwei Stück. És vagy húzunk egy Frost Spellt, vagy Lefrost Strike-oljuk, amúgy nem erre ez trade. Ez így trade és ez így ilyen fasza lesz. 10 win meg lett. Szia csoki fasz! Geri! Ja Isten! Miért kell ilyen buta neveket adnod magadnak? Az öreg csoki fasz. Hát mondjuk az egy egységnyi play volt. Nem rossz bú. Ó, tényleg, az jó. Nincs több frost bellem! Az baj, ja amúgy... Azt megmondom. Na jó van, Tempus Quedge. Mocskos szemétláda, nem húzta ki. Itt voltam kezdésre is, igen. Csak fürdőt takarítottál, aha. Az kom. Viszonyítek, ez sem tudom, hogy kell, az kemény. A mondjuk, ja, ezt, lehet, hogy ezt inkább ezt kellett volna triggerelni, na mindegy. Mi Johnázzunk. Amúgy... John egy Howling Hound, amúgy az most megéri. Vagy várjál, ez mit tud? 2-4-es Taunt? Nem nagyon volt még Discovery-ese. Hát, a fene se tudja. Mit akartam csinálni ezután? 4 monáért. Ja igen, tudom lerakni őt. Ezt mondjuk lehet, hogy a legelején kellett volna, na mindegy. Töröm a Wild létre a Token Druiddal, amúgy ja, lehet, hogy kéne valamikor wildozni is, meg amúgy is kell... mi az? Aha, oké. A következő körben azt tudom vállalni. Nem tudod letenni, nem jó. 800.000 viret 3 meccs után, az komoly. Azért a 80%-os virrétes deck azért az nem szar. Minek hívtál? Hát... Ez mondjuk egy egységnyi board. Hú, mondjuk nem állok túl jól. Ez is megállja a helyét. Hadd menjen. Miért ne menne? Mondjuk lassan el kéne kezdeni lövöldözni. Ezt inkább most kapjuk le onnan. Jó, az jó, az jó, az jó, az jó. Most már csak van... Ja, de van heal is! Jó, oké. Jó. Nem állunk annyira rosszul, mint amennyire kinézünk. Kicsit hányok is magamtól, de most úgy döntöttem, felmegyek Legendbe. Jó van, nyomod. Én is annó White-ba lettem először Legend. Nem, az a Secret Mage az undorító volt, így hó, atya úristen. Mennyi oké. Az mondjuk top deck.
Hát, am csak 6 epik és 2 lega van benne, nem igazán a legák kihagyhatóak. Az mondjuk? Az mondjuk komoly. Hát én most nem azt mondom, hogy ez jól esett, mert amúgy hazudnék. Az nem jó. Oké, most viszonylag most jöttem rá, hogy az 5 manás kártya mit csinálna, mindegy. Az úgy nem jó. De az counter lesz. Ha count... És... Az nem jó. Az nem jó. Az nem... Minden esetre ez egy legendás játék volt. Mert heal. És következő körben 10 manál leszünk. Easy. Galakrond Shaman az opponent, az ellen még én is játszottam. Fú, az is keserves volt. Ezek a faszkiva YouTube kommentek, mindig elfelejtek válaszolni, amik már mondjuk hétvégén elég el voltam foglalva, de ettől függetlenül ne csinálj semmit szegényemmel. Ez köcsög. Szia Bence. Hát, tudjátok, mint szép testvéreim. Így. Á, amúgy semmi. Amúgy el vagyok. Most jelen pillanatban azt mondom, hogy jaj, hétvégén kurva sokat dolgoztam. Már bocsánat, de tényleg. Inkább úgy mondom, hogy nagyon-nagyon sokat voltam talpom. És hát, ma viszont majdnem egész nap aludtam, úgyhogy ma ilyen reset nap volt. Amúgy maradtam talán, igen, találkoztam a Gundel Takács Gáborral is, szerencsére. Ne, meghalok. Meghaltam. Nine. Nem, most nem ment olyan nagyot ez a deck. Pedig ebből lett volna több. Mindegy, megpróbáltuk, és ezt senki nem verti el tőlünk. Nincs jó, amúgy nincs jó early game. Most azt mondom, hogy Bonebreaker. Ja, amúgy igen. Ez egy drop. Mondjuk a mostani kezünk, ja, mondjuk igen, a Harbinger of Winter kezdőkészben létezése. Hogyan nehéz a magyar nyelv, te jó atya úristen. Szóval, hogy a kezedben legyen az elején, az úgy jó, mert valószínűleg fog kihúzni Frostpelt, és most kettőt is tudott volna húzni, de már egyik se volt a deckben, tehát a main combo piece-ek azok így, nem adta ki főnök, erre azt szokták mondani szakzsargonnal. Na, most ez például nem rossz. Az szintén annyira nem tragikus. Aha. Ellenben őket eldobom. És ez így... fix. Oké, tessék, ez viszont egy kezdőkéz. Tehát, hogy akármennyire ő kezd... Bonebreaker elsőn amúgy igen, csak... Ja, amúgy felrakom aztán, hogy meghenyenyézzük. Vagy hunyúnyúzzuk, ahogy majd kiadja. Nem fix egyik sem.
Péntek óta azt vártam, hogy legyen már Vitya stream. Hát most van. Az van, sőt, te várjátok, én buta vagyok. Hát én akartam mondani valamit, nem tudom, hogy bazeg a nagy buta fejemtől nem látjátok egyébként. Szerintem az vágjátok, hogy micsoda. Mert én fix vágom. Jajó. Úgyhogy ja, ki is rakom, mert amúgy a kommandot megcsináltam. Hoppá. Ott is van, az ki is pinelem szép. Mondom, kipinelem. Ja. Tehát, hogy... Mit csinálsz, testvérem? Hát mit? Nincs még mindig annyi korpszom. De most már van? Na. Szóval ja, amúgy meg lett vébb az öreg McLaren. Szétmegy eztől, szombaton a Jimbokával összerakjuk. Nagyon boldog voltam egyébként, mert voltam egy csomó helyen régebben, ahol volt, aztán utána még voltam azokon a helyeken, és akkor meg már nem volt, és tök megijedtem, hogy nem fogom tudni sehol sem megvenni, de... A budaörsi osomban, ahol voltam, ott ezen kívül még volt 2 vagy 3. Úgyhogy van még. Van. Szétmegy amúgy, imádom. Az egy komoly meló lesz. Én úgy számolok, hogy 2-en szerintem, ha 4-kor elkezdjük, akkor ilyen 10-ig összerakjuk. Give or take. Jaj. Nem, amúgy mi azért a gymmel egy komoly expert legósok vagyunk. Tehát, hogy azért... Azt mondom, hogy még mindig hagyok magamnak egy gyengébb kört, mert még ezzel is tudok dílelni. Aha. Ja, meg nyilván pecsizzel támadunk. Standard ranked is szokott pörögni. Szia Bende. Azért nem, mert én most nagyon-nagyon sokat kihagytam. Tehát az utolsó 6 vagy 7 kiegészítőből nem nagyon vannak lapjaim. Effektíve korszetből tudnék standard poklit csinálni, és azt meg annyira nem szeretném. Bár amúgy az elején pörögne fix. De az MMR-em is magas amúgy, mint az előző pár Wild Ranked meccsen láthattuk. Meg én is éreztem, mert amúgy full Z Bronze 7-ben kompetitív mérkőzés volt. Azt mondom, hogy ezzel dealeljünk most. Discoverálunk, és még manánk is talán. Nem, amúgy fix, jó. Nem, amúgy lerakok ezt meg a hortágot. Miért akarom túl variálni? Miért? Nem sokat hagytál ki. Félél Frost DK meta. Ja, hogy úgy? Az mondjuk komoly. Jó, ezt most el kell gondolkoznom, mert nekem ez a DK, ez újdonság. Tehát, hogy én ezt nem tudtam a Demon Hunter-t azt vágtam, meg azzal játszottam is egy kicsit, mert akkor volt egy ilyen kisebb visszatérésem. De ez a DK, ez nekem nagyon-nagyon új. Ez nekem nagyon-nagyon új. Ha.
Na, annak mondjuk örülök, hogy a Stranglehold Tiger fent maradt. De most lennék egy olyanra, hogy... egy ilyen fitket ide, az fix. Egy ilyen Frostrun kártyát discoverálunk. Az még, de removálunk amúgy van. Mondjuk mindez, ja, hát lapúzás, de most tele van a kezünk. Mondjuk van mit játszani. Meg amúgy van egy Howling Blast-em. Na, szerintem húzzunk kártyát, majd. Eventuálisan. Most még ne. Az egyiket lerakom. Amúgy, ja, az egyiket lerakom. Digris! Oké. Okay. Te collection, miután unlockoltad egyáltalán? Vagy van a tutorial? Persze, hogy ne léptem volna be a collection-be, azért meg-meg nézegettem a kártyák... a kártyákot. De... ja, azért nyilván fejben nem vágom az egészet, főleg, hogy az egész új. De jó, amúgy az állók az nagyot ment. Ezt előző streambe. Meg hehehe, hu-hu-hu. Hát lehet, nem kéne úgy benyelni most hetet. Egy ilyennel kontrollálom a helyzetet. Jó, megint tempóból kicsapjuk így. És face. Ja, tényleg, igen, a három král deckre emlékszem. Azok megvannak. Azokat mondjuk nem néztem át, de úgy nagyjából a card collection azért át-át pörgettem. A tiszálladikon, deladikon, amúgy. Ha esetleg nem tudtátok volna. Ne már! Ha! Oké, az jó, amúgy az jó cucc. De van jobb cucc. Fix. Csak nem tudom, hogyan. Igen, ez egy common kártya egyébként. Hú, gyorsan ki kéne találnom. Ja, amúgy lerakjuk a testvért. Meg így. Ja, az persze az belefér. És akkor trádolunk egy... jöjj vele meg... Jó, oké, nem baj. Így is jó. Van még egy holohoundunk. Meg amúgy van lapúzásunk, testvéreim. Miről beszéltek? Meg van egy fegyverem is. Sima, easy game. Ez mondjuk, ja, ez pont állaki volt, amik face-be elviseltem volna, hogy várjam minionba deal-el. Random enemy, ja, akár belém is üthette volna. Há, ratyi vagy. És nem kicsit. My man. Légy a vendégem. Ezt a lapot, ezen is, meg az előző meccsen is, mindig így top deckbe adta ki, hogy hello. A csövesné meg már nála volt. Neki is van mindenkinek, hihetetlen. Na oszt. Elkezdem bebetrédelgetni. Megállva, mondjuk most megállva például, mert most már tudok olyat csinálni, hogy... Hüllhound, igen.
kis híleskedve csak az ízért. Elbasztam. Na mindegy. Ezt most egy kicsit... Hogyan? Nem, amúgy is kettő maradt volna fenn. Vagy nem? Na mindegy, elfejtettem. Jó, ez sem akkora gond, amúgy 5 manáért azt el tudom viselni, mert amúgy van elkünk. Elek. Ez belefér, ez teljes mértékben kontrollálva van a játék. Én ennek ellenére is azt mondom. És még talán ennek ellenére is. Szedjétek ki amúgy egészség. Azt még nem. Amúgy ők undeadek! És ők most, hát ők most sajnos, Isten nyugosztalja őket, meg fognak halni. Mit ad Isten? Legalább ketten egyébként. Ja, tesó, vágom. Szomorú dolgok ezek. Jó, ez... Fú, ez goated. Ez goated. Aha, jó, jaj, szétrugom közben az asztalt. Ez nagy play volt, ez nagy volt. Jó. Kell, az ilyenek kellenek, mert azért egy 3 vint legalább meg... Jó, az sem gond, továbbra sem. De hát fügyköm. Az ember ugye azt hinné, hogy a faszinál nincsen több holohound. De hogy ugye ez egy tévedés. Mert hogy van. Amúgy van. Várj, ezt hogy akarom csinálni egyáltalán? Amúgy a kis kukikátokat, őt szépen lejátszok, az jó lesz. Ők meg mennek arcba, azt tessék csak megfogni. Aha, jó, arra is vagyok, menjen, menjen, van még nálunk fegyver. Klecs, testvérem. Ennyi, easy, nagyon könnyű ez a játék. Mondjuk ha van valami removálja vagy bármi, azt beszopjuk, de... Controlled risk. Controlled. Teljesen, teljes mértékben. Hileljél. De abban van másik, miről beszélsz? Meg még húzok is egy lapot. Az nagy, jó van, tudom, ja, látom, tudsz te is háztolnozni, jó van. Ha. Szia Patrik! Ahogy megérkeztem, hogyha húzott 4 lapot, gondolom az elmi nem tudja. Hát most nagyon nem. De még ha teljes mértékben tudná, hát... Bele sem merek gondolni. Na most amúgy kiadja a kompó. Az öreg kompót. Végülis most mindegy. Amúgy? Várjátok, ez mennyi? Van letál? Nincs, még nincs letál. Nincs. Nincs letál. Jó, hogy ezeket belefütyögtetjük ide. Megrakjuk a testvért. Az ugye hozza a peranyját. Így, és igazából... Fész örökre. Következő körbe, win. Ez a trigger nem egy kettőből semmi, hidd el nekem, hogy az aréna elején ment egyébként, mert ez egy 2-1-es aréna lett folytatva, és az elején ez... Ja nem, hülye vagyok. Nem, ez... Ja, hát teoretikli ment.
De amúgy menne, mert van egy vagon Frostbell a játékban, csak mindig már benn vannak kezdőkézben, mert azért vannak annyira jók, hogy általában az egyiket legalább megtartom. Kivéve, ha nem. Tehát, hogy ezt a változást, fennak az esélyét fenntartom. De, ja. Jó, híleljél, tesó, amúgy megint húztam egy lapot. Olyan kis butus vagy. Nem tudja. Tényleg nem, nem, egyszerűen nem, nem. Ilyen nincs. Nem. Nem tudja. Az mondjuk nem megy kicsit. Hát. Hát a keservit. És itt is van. Nem tudja. Hát. Hogy érted, hogy rani? Bizsüle! Felhúztuk az egész deckünket amúgy. És nyertem? Fix, ez letál? Ez letál? Megszámolom, tesó. Nem tudja. Mondjuk ezt úgy mondom, hogy mintha én tudnám, de ő nem tudja, és ez az, ami igazán számít. Ja, jó van. Na, amúgy ez a deck ez erről szólna. Tehát, hogy az elején, ahogy elkezdtem sikítozni, hogy ez így jó, ez így fasza, na, az onnantól kezdve végig jó volt. A 100 XP-t a super száta, ezért megyünk. El kell nyújtani a meccseket, többet ad arányában. Amúgy én azt mondom, hogy ja, ez így fasza. Am. Nem is feltétlenül kettőn. Letenni, amúgy spotből letál in 30 seconds, igen. Van letál? Szadja, milyen feltál van, te jó ég. Oh, igen, az jó. Az mindenképpen jó. Letegyem most. Amúgy leteszem most, hát lesz mivel dílelni az elején. Azt ennyi. Ja, én is azon gondolkoztam, de az például egy ideális target. Például erre, igen. Ezt én még most kiszedem. Miért a livestream szerint, és ezt megtartom. Nincs fütyök, mert csak úgy nem akarok elveszíteni egy ötötös testet, ha meg le akarja szedni, ahhoz neki kártyát kell, meg manát kell használnia. Úgyhogy jó. Ez olyan aljas egy lap. Fú. Fú. Az öreg Mexican driver. Oké. Oké. Mit van mit tenni egyébként? Ja, amúgy az megy. És továbbá amúgy lerakom ezt. Mert ezt a húzuké forszpelljeinket, amik fix jók, az mondjuk ez nagy trade, azt köszönöm. Az fityeg. Jó, 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 issue boy. Azt mondom, hogy ez dügüljön meg az ötös, és akkor lesz egy 4-4-esünk, meg egy 5-5-ösünk.
perhaps, vagy húzunk még két lapot. Amúgy, az jó. Arra vagyok még, azzal lehet várni. És még ezt így is le tudnám kontrollálni, de szerintem most már elhasználom a testvért. Korpsz. Bá, jó, oké, okay. Acolyte of Death, ez az Acolyte of Death, ezt nagyon szeretem, ezt a lapot, nagyon-nagyon jó, nagyon tetszik. Szeretem, tisztelem, becsülöm. Na, testvér, köszönöm. Not playing körben, ugye? Ne. Á, mondjuk, jó, ez történhetett volna rosszabbul is. Hát én nem tudom, testvéreim. Aztán ezt hívjuk egy körnek. Nem tudom. Na, tökéletes target. Szájon vágni. Nézzük, miket kapunk, és az alapján majd én eldöntöm. Haló, mi az? Aha, azt nem... Esetleg ők nem undeadek, nem? Á, az nem jó. Hát... Mondjuk azok további korpszok, miről beszélek? Hát miért gondolkodom ezen? Az Acolyte of Death az lehet, hogy... Jó, hát ha nem tud vele semmit sem csinálni, és a következő körbe ki... Néha be kell vállalni. A fegyver is mehetett volna... jó. Akár a fegyver is mehetett volna... De, ha... csak 80-an van. Az nem jó. Jó, nem baj, akkor... óvatosba. Contest. Kis picike. Jó. Amúgy arra vagyok. Arra vagyok. Jó, oké, kezdődik a Shaman Bullshit. Hát ja, a Divine Shield Reborn az nem rossz, testvérem, ugyanakkor. És semmit nem fogok leszedni, de... Meg azért... jó, ez sem feltétlenül tragikus, csak az a baj, hogy maradt 7-es darab életünk. És az nem fix, az nem biztos, hogy olyan túl jó. Most mondjuk egy Hollowhound, most mondjuk egy Hollowhound nem rossz volt. Tehát most nagyon nagyot swingelne a meccsen. Tehát, hogy van kis swing, de ez nem az. Azt hiszem, maximum hintácska. Oké, ezt egész szépen menedzselte. Jó, ez most egy olyan dolog, amit egy Hollowhound egyébként megoldana. Nem rossz búl. Ez sem feltétlenül tragikus. Jó. Akkor. Én mondjuk ezt fixen be akarom trédelni, ugye? Jó, nem baj, ez maradjon csak meg egy problémának. Kíváncsi vagyok, hogy mit kapok be belőle, mert hogyha mondjuk kapok egy Hollowhoundot... igen, amúgy erre gondoltam. Úgyhogy akkor... én egy ilyet csinálnék. Meg egy... amúgy nem. Vagy hagyjunk fönt? Be
Beval, nem most, ne, izve lesz. Kis, még kis lifesteal-t hozunk. Fix. Fix. Bár ez se lett volna rossz, de az a kettő, is csak szépen maradjon, és hogy... Nein! Az nem jó. Hát... Hát... Srácok, ezt úgy hívják, hogy ez egy probléma. Ez egy hatalmas nagy probléma, mert se tauntunk, se semmi, és ez így... Ez GG. Vázzak az utolsó két lapjával! Szar szemét, szarláda, fú... Hát... Jó van, akkor legalább az MVP-ket tegyük ki. Webplay testvérem. Kicsit több életünk fogyott el, mint kellett volna. Amúgy igen, a HSR-ről szólt, tehát ezért kaptunk ide. Nem lehet! Pedig nem volt olyan rossz ez a mérkőzés. Hát... Hát, ez nem jó. Nem örülök. Kicsit sem. De hát most Istenem, legalább 3 win-ot van esély break-even. Moline, amúgy én a Moline-ról hallottam már fix. Oké, tessék, ez megérte ez az aréna. Mert amúgy 5 gold value-ban jobb. Vagy hát több, mint amennyit fizettünk érte. Pakót majd a végén. És meghagyjuk mindig a végére, hadd peregjen. Nem kell mindig kilépkedni a menüből. Oké, a Shaman questünk is van, meg Nature spellünk is van, úgyhogy... Most Shaman és Nature spell. Ezek a mondjuk az egyik se az, de a Jam Session... Úristen, ezek az új minikiekből a lapok... Broken szar, jó, nem azt mondom, hogy az összes, de azért a Jam Session is azért az... Szia Patrik, bocsáss Shaman, hát ez az lesz. Ilyen fú, nem lehet ezt csinálni. Nature. Nem, ez egy broken szar ez, ezeket 4 milliót le tudsz szedni cserébe, van annyi lifesteal-ed, mint a húgy, még talán egyel több. Nem, amúgy pontosan annyi van, mint a húgy, de mi? Amúgy itt azért nem akarod választani, ami az azt a dredge-es 2 damage-eset, mert pont nem sikerült elkapnom, hogy mi a címe a kártyának. Azt discoverölni szeretnéd, nem a fő paklitba, mert amúgy fogjuk valószínűleg meccseken discoverölni. Fix. Legyen. Murloc szinergia! Vicceltem. Bár a Flowrider se rossz egyébként. Remélem, hogy lesz Van friendly undeadünk? Amúgy egy darab nincs. Laphúzás, amúgy nincs is undeadünk egy darab se. Murloc. Totem meg... Hát... Azt mondom, hogy lehet, hogy a Femist fullt. Inkább. Úgyhogy lehet, hogy ez, mert ez laphúzás. Kell lapot húzni, ez nagyon-nagyon fontos arénában, oké. Primordial Drake még mindig standard. Ennyit... Jóval legyen. Ez is mióta ez a lap, ez még a Whispers of the Old Gods kiegészítőből van, és én ezt csak most tudtam meg, vagy... Remélem, hogy jól emlékszem, mert azt hiszem ezen ugrottam föl. Most rakták be a korszedbe? Ja, akkor azért nem az az embléma van, de amúgy jó, ez a lap még Whispers of the Old Gods-os egyébként. Igen, pozitív, hogy a Control Dex, vagy a Rotten Apple-ban.
Azt mondod? Legyen. Ha, hex. Hú, a hex az nagyon kell. A hex az nagyon-nagyon kell. Ha... Buffoltak Apple-ben umolt? Amúgy mikor? Mert egy kormány a háttérben. Az nem egy kormány, az egy tisztárcsa, amit itt találtunk kint. Mi az Győr utcáin? Normally I would pick just best is less worse for an archetype. Aha. És ezt miért? Amúgy. Amúgy ez jó cucc. Ha remixed Totem Caver, micsoda? Doomhammer az... A Doomhammerrel nyertünk meg meccset az előző arénarámban is, bár az se tartott, csak azt hiszem 4 winnél vége volt. Ugyanakkor még egy Think From Below. Ez egy mixtape. Lehet, hogy inkább a Criminal Lineup-ot. Fix. Vicci lesz. Fix. Dredge. Kis Dredge. Oh, Arcaner of the of Dread. Oké. Okay. De amúgy meg a Shadow Fallen Shadow-t. Vagy Dark... Az kemény. Dark Fallen Shadow-t választaná. Amúgy... Mondjuk ezzel nagyon meg lehet tréfálni az embert. Tehát egy köröt azért... Jó, ezt válaszol, hogy meg lehet... Ez csak a viccekért, tehát hogy fogod és így belenyomod a bohóz dudát az arcában, hogy... És így nem jön. Aha. Az nem rossz. Ugyanakkor... Nagy kifogy a kártyából a végén. Nem tesó, van laphúzás. Miről beszél ezt ott a Femist Fool? Easy. Ezt három lapot fog nekünk húzni mindig. Tudom, mert nem fogom előbb lerakni. Ha lerakom, akkor valószínűleg már kikaptunk. A fen az nem jó. Igen, nem is a fent akarom, hanem amúgy ezt. Igen, ez a lap ez szopatott már le minket. Már ma is. Ja, amúgy igen, ez is egy Certified Arena lap. Hát mondjuk egy kis... Fú, ja, igen. Á, jó, hát, ma, ez egy elég late game deck, hát meg kell próbálni early-ben azokat a lapokat fishelni, amik kevésbe kerülnek. Hát... Na de a végén, azért itt vannak dolgok. Tehát van egy Criminal Lineup-unk, ami hogyha mondjuk, ne adj Isten, a Stoneborn Generálra rámenne. Tehát most nem rosszul, csak azt mondom nektek, hogy pornósra nem mentek még rá úgy, mint hogy a Criminal Lineup rámenne a Stoneborn Generálra. Én most csak ennyit akarok ezzel mondani. Semmi másra ne gondoljatok, csak erre. Ha túlélsz, nyersz. Amúgy konkrétan igen, de vannak heal lapjaim, meg vannak lifesteal lapjaim. Meg ilyen vicces kártyáim például, amúgy... legalább egy 3 drop legyen nálunk, mert kevés amúgy az early game-ünk. Jó. Hát. Jó, oké. Ez nem rossz. Ez egy certifikát, nem rossz. Mit csinálsz? Igazából ez leszedi. Tehát ezzel nem kell foglalkoznunk. Tévedtem. Na de ha bejön. Amúgy trade elején el vagyok. Az jó, hogy ilyen korán a kezünkben van. Proccolunk egy-két secretet hátha. Nem az. Akkor... Jó, mint lehet Freezing Trap is. Nekem mindig bejön. Amúgy régen nekem is volt, hogy elég frekventáltan bejött.
Én szerintem továbbra is totemezek, mert ez valami aljas, aljas szemét dolog lesz. Hogy halljanak csak meg azok a totemek. Ej, pedig az, az mondjuk tempó lett volna. Minek hívtál? Mondjuk, ja, így kapásban a két totemünk van egyébként. Vicceltem, mert amúgy lehet több is. De most azt még nem akarom, amíg fenn van a secret. Úgyhogy, lehet, hogy először azt csinálom, hogy megnézzük. Akkor ez valami spelles dolog lesz, mert... Na akkor gyere, még egy totemet, jó. Ez jó ez a lap, ez szinergia. Oké, ez fontos. Ez fontos, hogy most már tudom, hogy ilyen secret is van, amúgy fix volt már ellenem, de ja. De erre most így nem emlékeztem, hogy amúgy van ez a secret is. Oké, húzz lapot. Vagy inkább lose hope-ot, tesó, mert ki fogsz kapni. Ott a heal. Melyik volt a... Hogyha mana nélkül fejezzük be a körünket, akkor... akkor fityeg, tehát hogy... már most elfelejtettem, mit csinál. Ja, ez itt van, tessék. A summon random trikosz minőség 2-1-es testet summonolt, ami szerintem annyira nem rossz, mint amennyire hangzik. Például a kokáért. Ja, csak én nem tudom, vágom, persze. Ezt mondom, hogy ne. Certifikált buta vagyok, mert jó, ez így jó cucc. Még totemet agyá. Meg még totemet agyá. Nem csak én nem tudom. Ja. Már azt hittem, hogy csak én nem tudom. De akkor ezek szerint mindenki tudja. Jó, arra vigyél el két manát, amúgy arra vagyok, igen. Okos Viktor, köszönöm szépen. Hát ennek mondjuk fokozottan nem örülök, de legalább. Azt mondod? Hex, chat, nem, viccelek természetesen. Szétbuffolják egymást a totemek, segítség. Mi történik itt? Mikor mondták ezt neked utoljára? Amúgy nem tudom, nem sokan szoktak Viktornak hívni egyébként. Szia Váradi, mi a helyzet? Nagy playelgetések vannak, amúgy miért nem történik semmi, diszkonnektáltam? Nem, a bitsebesség ugyanúgy stabil, jó. De rendesen rettegek a szarnettől, mert az olyan egy dolog, hogy full megöli a fánt. A játékot is, meg a streamet is. És ez szétmegy. És nem szeretem, amikor szétmegy. Nem minden esetben szeretem, amikor szétmegy. Jó, maradjunk ennyiben. Lehet, hogy diszkonnekt... Nem. Nyilván valóan egyébként. Nem már. Nem már amúgy. Hát nem azt mondom, hogy ez minden problémánkat megoldja, de... Hát én az Istenre esküszöm nektek.
Hogy én ezzel most én szájba... Hát mondjuk nem biztos, hogy feltétlenül kellene, de akkor mit? Nyilván Harkonnenok Dreddel ütünk. Jó, van egy hexünk. Meg amúgy rengeteg transform opciónk. Hát nincs meleged abban a bárdis pulcsiba ilyen 30 fokokban? Amúgy azért van feltűrő, mert egyébként meghalok benne, de szeretem, mert tök jó puha, meg kényelmes, csak keci meleg most jön ebből pillanatban, hoppá, büfé. És csukva van az ajtó is, meg az ablak is, és így üvegház hatásos van most jelen pillanatban, és így, ha a szívem a lelkem. Akkor vegy csak le, amúgy nem, azért van nyakig felhúzva, mert nincs alatta semmi, mármint, hogy... jó. Amúgy jó. Tehát, hogy én arra vagyok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Amúgy nem rossz bú. De, mondjuk ez most dormant lesz. Az öreg dormat. Bár szerintem az a Volv akkor is hat. Na mindegy. Leteszünk mindent, mert le tudunk tenni mindent, kivéve a hexet. Klatty. Ó, szinergia. Az mondjuk szinergia, bár nem tudom. Jó, amúgy fix, ez így jó. Maradjon csak. Hát, ha megdeglik a következő körben. Mondjuk ez egy 8 drop, ez mondjuk lehetne jobb is. De majd lesz. Ha ettől is jogutát kapnék, amúgy az is elég meleg, igen. Már nem úgy, hogy buzis, hanem hogy hő szempontból. Bár lehet egy kicsit buzis is. Buzis? Nem fixam. Na, jó, hát kifogytunk lapokból, sajnos. Most egy fem... Azt mondod? Ennek mondjuk certifikát nem örülök. Nem már. Hát amúgy ez masszív csalás, igen. Na, Femist full, neked nagyon-nagyon örülök egyébként. Elaktja, ez így még szévelhető szerencsére. A kis fütyködet! És még a tauntot is odaadja! Amúgy talán én is a démont néztem, hogy az lehet, hogy jobb lett volna, de nem baj, kinkrás, pog. Én is azért hezitáltam ennyit, mert ja, ugye démon meg taunt, meg hölölő, tehát, hogy így, ja Istenem, nem, kinkrás, all the way. Kinkrás, all the way. Hát, fütyikém, verjen beléd. Az amúgy nem szörnyű. Vagy szörnyű? Az egyiket nyilván ki kell szednünk. Á, halljon meg csak. Mind. Tessék csak meghalni, mind. És még egy kell neki. Ezt ki kell használnunk, mert nagyon... Nagyon lóba vagyunk lapokkal. De ellenben HP-nk megvan. Úgyhogy itt... Ó. Oh. Kinkrash! Elvették tőlük! Nine! Oh, hello! Fogod befádat. Oké. De előbb inkább húzok, hát ha valami olyan secret.
Hát, ja, amúgy jobb lapot nem is kaphattunk volna. Vú, hát jó, ezt most túl kell élni egyébként, nem akarom most még eljátszani a kis fütyköt. Hú, hát, Morella. Ez szomorú lesz. Mondjuk az a szikret még mindig nem tudom, hogy micsoda, de majd kitaláljuk. Mondjuk következő körben igazából, hogyha... Ja nem, mert a Noyotron. Probléma az nekünk? Ja, mondjuk nem tudom kijátszani a fütyköt meg a Stoneborn Generált. Á, de az a baj, az lesz a baj. Fix. Jó, ez így jó, nem, akkor nem counter, akkor lerakhatom. Minek hívtál? Jó, ennek mondjuk nem feltétlenül örülök. Ugye? De lehetne nagyobb baj is. Sokkal. Mi ez? Your opponent draws two cards. Jó! Amúgy letál volt egyébként. Nem, csak fostam, hogy mi az a secret. Én mentem volna inkább. És az kemény mondjuk, és még használtunk Nature Spell-t is. Gate a G-hez. Easy. Nem tudom, az Ice Block most bent van a core setben? Vagy ez hogyan van? Nem. És az Ice Barrier, az benn van, nem? Az úgy rémlik, mintha bent lenne. Nem merik, amúgy ne is. Barrier meg kb. Mindig, aha. Ukurai Infuse. Az, ja. Ó. Barrier az ilyen filler kártya. Aha! Hát jó, de arénában meg megkaphatod, és ha az a legjobb pick. Think from below-t még nem. Talán még nem. Bár mondjuk ilyen kézzel akár meg is. Mondjuk ez se rossz. Tudod, visszagondolva mondjuk elég sok totem lett volna azért kijátszva. Tehát egy Koi Hero Power első körben, én csak ilyenekre gondolok. Au. Végül is itt van. Itt van velünk újra. Táncolgatások meg ilyenek. Your hero has lifesteal, annak mondjuk annyira nem örülök, de... Hadd legyen. Jó lenne, minél kevesebb lap lenne a kezébe, és akkor fix látnánk minél többet arányosan. És azt szerint tudnék kicsukni valamit a kezéből. Ha nagyot fityeg, letrédeli? Te bugyuta! Mindegy amúgy. Én nem ezt csináltam. Aha. Hát. Megtréfáljuk? Lehet, hogy erre a körre vár, hogy hú, hát, ha fog játszani most valami nagyobbat. Mi meg ugye azt mondjuk neki, hogy nine. Négy manája lenne a kör, hát akkor ezeket úgyse tudnál kijátszani, akkor igazából csak ezt van értelme játszani. Hogy azt már pedig te most nem játszod, de tudjuk, hogy van ilyen. Akkor a következőben mit csinálunk, de nem baj, mert lehet totemezgetni is. Ja, ezzel mondjuk még így, hogy láttam, hogy mi volt a kezében, így mondjuk várhattunk volna még egy kört.
Aha, de legalább. Hát ez se volt egy túl erős kör a részéről. Legalább, jó. Hogyan volt a kezébe? Á, már el is felejtettem egyébként, de szerintem... Jaj, a szék. Ha. Va... Fogjuk meg, amúgy van következő körbe. Harkener of Dread. Easy. Vannak játékok. Ah, nincs vizem. Játékok vannak, de milyen áron, mert vizem meg nincs. Én, te sokám, csináld. Nem mered. Nem vagy te elég férfi ahhoz, hogy most megcsináld, amit csinálni akarsz. Látod, erről beszélek. Még valami? Esetleg? Nehogy Isten! So be it. Ja persze, mert rásos jó, akkor egyet kiszedünk, de csak egyet. Egy. Csak egy picit. Easy. Nagyon könnyű ez a játék amúgy. In before meg leszünk gyalázva egyébként. Na most ilyen például nem állunk rosszul, csak hát még mindig tele van a keze, mert gondolom olyan lapok vannak a kezében, hogy ha még mind a ketten akkor azért gyúrtunk late game-re. Ah. Mondjuk probléma. De miért? Az öreg Coomhammer, mit csinálsz? Aha. Nem rossz egyébként. Te már meg vagy, te még nagyon nem vagy meg. Ezt én nem akarom Lightning Stormozni. Jaj, itt meg lesz majd egy Hawk Strider. Mondjuk következő körben az olcsóbb. Hát igazából én azt mondom, hogy... Elements guide me kétszer. Következő körben a lifestyle-est ezzel csináljon, amit akar. Mondjuk a Hawkstrider-t, az nem biztos. Azt lehet, hogy... Ja, jó, van velük, play a minion. Hoppá. Jó, nem baj, amúgy van Lightning Stormunk. Pontosan erre van a Lightning Storm. Tempo Squelch meg volt, baszki, Tempo Squelch. Nem. Hú. Jó, oké. Oké, megyünk. Nils, köszönöm szépen a követést. Üdvözöllek a csatornán. Rendesen jól látni, amikor új emberek jönnek, annyira szeretem. Legyen. Jó, tegyél még le valami testvér. Szeret. Hát ja, azért nem azért a 2 forintért, de... Mit csinálsz? Monatite totem, let's go. Amúgy ezt innen gyorsan... kiablákoljuk. Azonnal. Mert én ezt nem viselem meg itt. És akkor egy Monatite totemet most kijátszunk. Am. Meg egy viccből leveszünk róla egy... A Divine Shield-et leveszünk róla, de ennyi. Van itt... Micsoda! Hú, hát...
Nagyon, fú, nagyon szeretnek minket a HS játék jelen pillanatban. A HS nevű örökzöld kártyajáték. Jó, van, gratulálok. Nem, érezd magad nagyon szerencsésnek, hogy... Oh. Nos igen, ez a lap egy probléma. Na jó, én ezt most majdnem, hogy leficcenteném egyébként. Így. Ez mennyi damage? Hú, ez mondjuk ez, ez sok damage. Most játszom ki, még van rá mana. Aztán igazából pont ezt. A Hawkstriderökkel talán nem lesz baj. Talán. Majd nagyon megy eddig biztató amúgy. Ja, csak minden az arcomba jön. Ugyanakkor... Van itt minden jóság. A kezem bő. Meg még, még ő is megüt engömet. Hopika. Na, jó, az nem feltétlenül rossz egyébként. De mindenképpen kéne taunt. Ugyebár. Szia, Etenir, Mizu! Hello, hello, hello! Nem, még nem húzunk lapot, de nem is akarok neki állni arcba veregetni, verdesni. Úgyhogy még így tauntálok meg ilyenek. Ilyet is. Az nem rossz. Ezt nem akarom letenni. Jaj, ne! Az előbb a kezében volt. Nine! Oh. Scheisse! Ezzel éve nem láttalak. Mióta streamelsz újra? Fú, mióta? Amúgy ez már a negyedik hét. Ez már a negyedik hét, hogy streamelek. És múlt héten... Hát egészen pontosan... Nem most héten, hanem előtte hétvégén jöttem át Twitchre egyébként, ha jól emlékszem. Tehát már Twitchen is meg volt az első hét. És amúgy egész szép számban vagyunk. Megyegetünk. Kicsit ment YouTube-on, így mindenkinek fel kell tenni az érdeklődését, és amúgy jaj, és ahogy mindent összevetve, amúgy szerintem nagyon jól sikerült. Mert azért a régi arcokból elég sokan itt vannak, meg vannak új emberek is. Úgyhogy nagy. Imádom. Ja, továbbra sincs vizem, mert amúgy honnan lenne. És lehet, hogy aljas move-ot fogok csinálni, és várok az én körömmel, addig hozok magamnak vizet. Egy pillanat, srácok, addig higgyétek el, hogy játszik. Így fogyott a ketchupos üveg, így van. Jaj! Szia, így... Mi a helyzet? Megjött a kajam, úgyhogy most ne kezdj el új... Megjött a kakkal? Hát, de most kezdtem el úgy. És hát, vizet kell tölteni, meg itt az volt. Certified. Ah, 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 that's not me.
Jó, fasza, easy. Azt majdnem megszoktam, de végül nem. Jaj, a poop filter. Úgy nem, a te nevedre emlékszem, Etenír. Te már vagy itt Twitch-en, mert amúgy nem is írt, hogy első kommentelő lennél, vagy volnál. Mi az? Stereo-tó, te mi a stereo? Ja, az nem rossz. Az nem rossz, de most mi menne nagyot igazán? Menjen. Azt mondom, hogy egyszer meg Orion fittyentem egy picit. És ott a taunt. Ott a taunt. Szia Beaver! Kosár megyen, vittyen? Nem, amúgy nem. Nem kosarazom már nagyon régóta. Amúgy most látom, hogy most követtél be egyébként. Köszönöm szépen. 900-dik jutó feliratkozó anno 75-ben a téglagyárban. Amúgy igen, arra én is emlékszem. Még azokra az időkre. Do we do it? Or do we not do it? Mondjuk ez egy priest. Visszahíleli őket, az a baj. Nem, ez kiszedjük igazából mindet, ha úgy van. Azt mondom, hogy azt a 4 damage-ot azt lehet, hogy bár mondjuk nem, mert ha a másik mindenképpen meghal, akkor az... Így. Tiszta a bordot, tesó, kitakarítottam neked. Szóval, igen. Ja, de amúgy ez az Etenir név, ez ismerős. Egyébként Dave, neked is köszönöm a követést, ha már itt tartunk. Hello, hello mindenkinek. Érezzétek jól magatokat itt. Dredge. Sex. Szex. Szex, mert most nincs nálunk, de ha van nálunk kettő... Otataund. Ja Istenem, Etenír, köszönöm szépen. Látod, feliratkozó is voltál. Aha, azért mondom. Már nem bánhatod a kerekek kis szabot. Köszönöm szépen, Etenír. Amúgy a text-to-speech nem tudom, hogy miért nem működik, de ezt meg kell majd néznem. Köszönöm szépen, tényleg. 3 hónapos badge, igen, az már az aranyjár egyből. Bizony. Jó, mondjuk azt nem is discoveroltuk, hanem dredge-eltük. Na mindegy. Hát figyelj, gyere kukikám, meglátjuk, mi lesz majd. Csatába! Bele! Vá! Szenzációs amúgy. Hogy most a jelenlegi cél, egyébként azt mondom, hogyha összejönnénk annyia, hogy egy nem is tudom hány óra alatt, tehát az átlag órámat számítják egyébként, átlag órában számolva átlagos 75 néző meglegyen. És az mondjuk nagyon nagyot menne. 75, ja igen, mert onnantól kezdve tudnék applikálni Twitch partnernek, illetve, ja, hát tudok applikálni, és valószínűleg el is fogadják, ha minden más megvan. Hát... Testvér... Mit csinálsz? Hoppá, hát az mondjuk annyira nem jó jelen pillanatban. De hát nem tudom, ezt lehexelem és onnantól kezdve túlélünk, meg hajom meg... Elbasztam, ezt fel kellett volna buffolni amúgy. Mert akkor valószínűleg életben maradna, na mindegy. Nem baj, small me, tempo scratch egyébként, verjen beléd. Slow. Szóval amúgy igen, szia Beaver, YouTube-on régen... hogyan van? YouTube-on régen volt annyi szerintem. Régen simán, azért mondom, hogyha... Ja, bocsánat, most össze kellett raknom fejbe. Silence? De miért?
Te a mocsokláda. Szóval amúgy igen, YouTube-on régen simált, emlékszem, hogy volt, amikor átlagosan ilyen 270 valamennyi néző volt folyamatosan. De csomószor 300 fölött volt egyébként. Hoztam vizet maga? Igen, nagyon jó. Szóval, ja, nem elérhetetlen. In my humble opinion. Jó, hát ezzel amúgy tudok élni. Régi szép idők Pirate Warrior-val ment a ladder, amúgy igen, csinálhatnánk valami aljas Pirate Warrior decket amúgy Wildra, ne! Don't! Ajaj, bocsánat, egy pillanatra megkotlott a stream. Így, hogy kot-kot. Hagyj békén, bár, á, mondjuk jó, bocsánat. Nem baj, következő körbe, Stoneboard General, easy, lesz egy testünk is. Fogd meg a testemet, a mocskos állat. Jaj, most meg a, ja, oké, okay, helyreállt a stream, bocsánat srácok, ez én voltam. Ez én voltam, de megint van stream. Jó öreg, Cancer Pirítós Warrior, azaz, fuhu, mit ment? Mit? Amúgy undorító volt az a deck, de nem az, vagy azzal jutott, jaj, szétrúgom az asztalt, de szerintem nem azzal mentem le legutoljára. Vagy na, nem legutoljára, hanem legmélyebbre a ladderen, vagy legfőjebb a ladderen. Ezt mindenki döntse el magának. Úgyhogy így, ne! Aljas mocskos szemetláda, te! Hát meg fogok halni. Nein! Még nincsen Pack the House, az a baj. Hát... Ő nem csak megfogott, hanem meg is állított. És azt mondta, hogy testvér, itt van az öklöm. Ezt tedd föl a seggedbe. És zokni bábozok veled. Nem igazságos ez az aréna. Nem, ez most nem Lucky aréna, nem szerencsés egyébként, pedig amúgy. Oké, okay, ez 57 is megvan. Azt nem tudom miért kétszer csinálja egyébként. Ja, nem baj, meg lesz mondjuk az 58 is, mert azért itt menne nature spellezgetések, meg ilyenek. Hát, pedig. Pedig aztán. Most kell az early game. A... Amúgy igen. De hogy nem volt annyira tragikus early game-ünk. Jó, amúgy én erre vagyok. Erre. Meg arra. Ja, Istenem. Mondom, ez fasza, ez jó. Még egy rugó ellen. Az olyan egy high roll egyébként, a rugónak mindig valami buzizei vannak. Ilyen buzivizei. Hogy gyere, szerzek tőled lapot, és itt tesó, ne, és itt de. Meg még ötöt ezen kívül. Na, mind a hármat az arcomba? Nem. Jó van. Tempó. A végén nem fog számítani ez az egy darab HP. Erre. Tudnám jobban is, meg szebben is mondani, de nem merem, mert... Bár mondjuk a Twitch-en vagyunk. Miről beszélek? Nagyon jó. Tetszik, szeretem, élvezem, csináljuk. Van ilyen Divine Shield is, itt van Infuse is, és benne a kezdő kézben, meg előbb-utóbb talán a Sleepy Dragonig is eljutunk. Hát... Nagyon testvérem. A
Mondjuk amúgy egy coin rotten upbaumra is vagyok, amúgy. Minek hívtál? Mert amúgy az több, meg szebb, meg jobb value. Ugyanakkor. Nem, az 6-on elég lesz. Ki kell használni a dupla Divine Shieldet, mert az vicc. Az jó. Fix. Erről beszéltem. Mondjuk így meg nem finálé, na mindegy. Butus vagyok. Ettől függetlenül nem baj, mert azért itt valamit bele tudok szórni akármibe is többek között. Meg halljanak szépen, megvan az infuse, jó, easy, ráérünk. Te soha annyira nem tudja eldönteni, mit vegyen ki. Hihetetlen. Amúgy nem rossz busz, épöcsém, de dügüljetek már meg. Mondjuk most játszott ki Fan of Knives-t. Hajon csak meg. Majd valamikor eventuálisan. Úgy. Klatty. Bizony, ez így fasza, ez így jó. Jó, most srácok, azt akartam mondani, hogy ezután tartok egy kis cigi szünetet, mert amúgy már... igen, streamelet gyújtottam rá pontosan, úgyhogy... Most már elkezd színe jött, mert szét... Mit csinálsz? Elégette, szóval ja, tartunk egy cigi szünetet, addig bekapcsolok valakit játszani, valószínűleg Prince-t, mert biztos, hogy játszik, mert miért ne játszana. Nem vagyok meglepődve. A kis HS fejű játszik, ugye? Majd őt nézhetitek. Vagy tolja Diamond 10-ba, ami azért elég high rank. Ez most annyira nem esett jól, nem fogok hazudni. De például az öreg... Testvér! Van neked agyad? Eri... Hát... Jó, mert nyomni kell, persze, hát én tudom. Ez egy nagyon-nagyon addiktív játék. Nagyon-nagyon addiktív játék. Én például bele sem merek gondolni, hogy régen mennyi pénzt vertem el. Háskártyákra. Tény, hogy megvolt minden. De azért na. Kár. Hát mondjuk azt nem biztos, hogy le akarom adni neki. Hát olyanokat, hogy simán két pakkot venni, meg nem érős dolgok. Nem, de só, hát én a nagyokat vettem. Miről beszélsz? Mindegy. Nem megy fészre. Nincs szarozás. Oké, jó. Az a jobbik fajta secret. Szerencsére. Most elgondolkodtam. Wow, ugye a Legóval, akár ezt mondani, ezek a fejem mögött látom, hogy az öreg Legó McLaren ott van, és össze lesz rakva egyébként. Ti nem tudom, hogy mennyire látjátok, elméletileg kéne látnotok, már nyilván nem a fejemtől. Nem biztos, hogy örülök neki. De, mondjuk ez az pont erre van. Infúzóval lett? Az nagyot megy. Bazeg lett áll, várjál! Jaj, de buta vagyok!
A szemem, a lelkem, hát letálom van. Már megint túl komplikálom a szikreteket azért. Á, egyébként letálom lett volna. Na most már mindegy. Én butafasz vagyok. Jó, haj meg. Amúgy ne haj meg, légy szíves. Jó, amúgy jó, akkor most bejött. Na látjátok, pontosan erről beszéltem, hogy mindig oda kell figyelni az Ice Barrierre. Testvérem. Ezt nézd meg. Hát most meg lehet, hogy ki fogunk fogyni az umfból. Sajnos. Mondjuk, hogy Misplaining is azt szeretett, fú, fölborlok állandóan. Misplay, nem az. De már. Hát igen. Ez probléma. Amúgy, ja, nem fedő biztos, hogy Misplay, mert ja, meg lehetett volna nézni, nyilván igen, de... De... De hát. Jó 1-3-as aréna, amúgy a hétfő az 1-3-as arénáról szól, fix. Mindig. Mindig. Mondjuk most vannak itt ilyen nagy taunt sárkányok, úgyhogy igazából... Nem rossz az. Hát kíváncsi leszek, hogy mit mivel most. Remélem diszkonektel egyébként. Az fasz, az jó amúgy. Állj, cool. Egyébként... Hát még az vagy, az 13. Úgyhogy még lehet a Sleepy Dragonnal járnék a legjobban. Mondjuk a fasz, dehogy is, hát miről beszélek? Stone... Nem, mert nem hal meg, várja, te tudtam én, hogy miért nem játszottam ki. Mert nem jó azért. Hát, most meg vagyok szomorodva. Igazából még a Taunt-tal van a legjobb esélyünk, mert ez így jelen pillanatban nem jó. Hát Taunt. Hát... Ez így ennyi. Meg annyi. Meg amonyi. De ki a tököm az amonyi? Tök el vagyok macskásodva, egész nap aludtam ma. Ez a hétvége, ez nem volt vicces. Elmentem Győrből Mogyoródra. Kinek a Mogyorójára, igen. Ezt még csodálom, hogy senki nem sütötte el egyébként. De mármint, hogy IRL sem senki a barátaim közül, vagy akár a családomból, pedig ott azért van egy-két vicces figura. És ja. Akkor éjfélzés lesz? Fix nem. Fix nem. Nem, nem, nem azért. Azért éjfélig most nem. Nem ebből az éjfélig streamelésből most nem szeretnék recert csinálni, mert azért pihennünk kell, de szombaton egyébként 4-től, de lehet, hogy már 2-kor elkezdjük, mert ráérünk, meg ilyenek. Lehetséges. Lehetséges. Hát, az a taunt az még mindig ott van sajnos. Nem tűnt el. Hát ennek az arénának ilyen keserves vége lett. Na baj. Kifixáljuk a kártyáját. Ó. Le. Amúgy, várjál, armor. Nem mondjuk igazából tök mindegy, mert
Ja, lekapja egyébként, hát. Nem baj, legalább elmondjuk, hogy van nálunk ilyen. Ja nem, hülye vagyok, baszik, ez nem Discovery, hanem kiveszi a kezéből, na mindegy, ne szopasson le. Az a lényeg. De igazából kikaptunk, csak ezt akarom mondani nektek ezzel. Csináljon valamit, valami vicceset. Ez jobb bors volt, ez a, nem, ez a sajnos nem. Hát ez a Shaman Arena, ez nem mentő nagyon, de azért kérek majd egy Redemption-t. Egy Shaman Redemption-t a HS-től egyébként. Meglátszik, hogy nincsen Pack the House meg ilyenek, mert azért a Pack the House az nagyot megy. Hát. Hát. Amúgy a deck ratingeket meg se néztük. Ha. Ha. Azt mindjárt meg is nézzük. Mind a kettőjét. Ez szerintem ez ilyen 70-valányos lehetett, tehát ez egy nem olyan túl jó deck. Amúgy örülgettem neki, de valami hiány, hát több early game, meg egy Pack the House, ugye egy Pack the House, ja, hát ha nem veszi észre, amúgy volt olyan, igen, többször is. Nem baj, a mai első aréna árát már visszanyertük ezzel, meg még van egy vagon küldi egyébként. Ó, oké. Aha. Műcsoda, még ezek is adnak scrollokat? Az kom. Az kom. Na srácok, mindjárt jövök. Kis cigaretta. Aztán jövök vissza szórakoztatni titeket. Opa. És ja, aztán nyomjuk majd. Egy 5 perc, addig ti is egy pisi kaki, meg ilyenek már. Mondjuk ki nem telefonról néz valamiság, vagy laptopról. Reflect in the moon well. The sea floor be its own
Hululu, amúgy. Szia Dani, hello, hello. Jó sok ez a cigiszünet. Jó, amúgy ez nem 5 perc volt, ezt elrontottam véletlenül. De hát ez ilyen. Na, de ennek a másiknak mondjuk is a végét járjuk. Addig én itt közben csinálok ilyen háttér dolgokat. Diszkonekteltem? Akkor kilépek. Hát mondjuk, ja, így megértem, hogy hosszú cigiszünet. Miért bekrepált a stream? Amúgy nem, mert zöld. Akkor lehet, hogy pillanatra bekrepált. Na jó, van, akkor folytassuk az aréna veszőfutást, amit eddig itt ma műveltünk. Mert azért vérétünk az nem pozitív, legkevésbé sem. Az ott volt, hogy 3 meccs, hoppá. Van valami ezt küldi? Mondjuk a Hunter az nagyot ment. Jó volt ez a spectét. Certified nagyot megy. Amúgy. Tényleg a deck ratingek, hát de butus vagyok. Nézzük ezt a deck ratingeket, aztán megnézzük egy arena tier listet. Klassz tier listet. Sylvanas, amúgy Sylvanas. Mehet? Pog? Azt mondjátok? Pog? Hát nekem nem lenne Pog, amúgy fú, Isten áldjon engemet egyébként, mert van víz. Mondjuk az Average Wins 4,1 az nem rossz, csak ebbe a régieket is beleszámolja. Ahol azért vannak. Nagyobb volt, például van egy 12 winnes is. Na, Shamannak az average score-ja az 76 volt, az elég gyász. A Death Knight-é 77. Jó, hát akkor igazából a Death Knight-tal a 3-3, az azt mondom, hogy egy... Ja, reális dolog. Mondjuk ez a Shaman deck se volt sokkal jobb egyébként, sőt, ugye rosszabb volt average score alapján. Hát, na jó van, akkor nyomjunk egy Huntert. A Holohunt Hunter kártya is! Srácok! Micsoda! Savannah Gucci Mane. Igen. Értem, hogy mit mondsz. Még egy Frenzied Fangs. Jó. Ha. Amúgy az is Beast, az Beast, az Beast az mindig jó. Hunterbe. Ez egy test. Akkor már csak ilyen Arcane Spell. Summon a random do... Amúgy az nagyot megy. Az certifikált nagyot megy. Continue on the Discover and Cast a Secret. Oké. Okay. Abba lehet value, egy kevés. Nem is... Ez a gyengébbik Holohound. Ez a gyengébbik Holohound. Igen, Cast a Spell and Demon and Demon. Oké. Az is jó. Mindenképpen jó. Ring, jó. Ez egy lap, ez mindenképpen banán. A banán az nagyot megy. Igen, érthető, kéne mondjuk fegyver is. Legyen. Ó. Jó, Tarhonya Creeper. Oké. Okay. Ó, még van 16 lapunk, még lesz. Itt lesz itt Holohound. Van egy droppunk. Summon itt mondjuk, mennyire akarom... Au. Mennyire akarom summonolni... A dolgot. Ezt a Quillbort, mert ő ugye finális, és azért az úgy kéne kijátszani. Úgyhogy, ja. Bár mondjuk egy test, meg amúgy dredge, és nem biztos, hogy azt fogja találni, úgyhogy igazából mindegy. Oké. Na, Holohound! Nem, de miért van Jósza úr? Miért van Jósza úr? Holohound. Jó, mondjuk jó, most veszük a Banjosaurt fix, és utána a Holohoundot fel fogja még dobni. Tuti, basznak a Banjosaurt most feldobja, hát. Ez jó, ez board clear. Legyen. Jó, hero attack summons. Aha. Nem baj. Oké, Shadehound, az is jó. Deadly Shot, rendben. Jó, oké, élünk már. Kis heal, oké. Na majd re. Oké, majd gyere. Collateral damage. Viszont is a tyrannom. Aha. Az nagyot megy.
Az nagy. Még egy Frenzied Fangs. Még egy Frenzied Fangs. Sose rossz. Oké. Nem lesz Hollowhound a deckbe, gyerekek. De miért nem? A Banjosaurt kétszer feldobta. Ne már. Ne, és utána a Banjosaurt bedobta. Na jó, mindegy. Nincs Hollowhound. Sose volt. Sose volt, az a baj. Na mindegy. Jó lesz ez. Megnézzük a deck ratinget egyébként. Mert hogy miért ne néznénk meg. My active Arena run. Hát 79. Van 40 darab két manás lapom, amúgy van, szerencsére van. Amúgy? Nem, amúgy ezt is meg később. És amúgy azt mondom, hogy ezt kikoinálom kettőn, úgyse lesz fönn semmim. Vagy. Hát majd kiderül. Mindenképpen ki fog derülni a vitya következő részében. Fix. A Stempomer az 3 mana, egy 4-2-es test, egyébként meg itt Secret, ami ugye 2 mana. Micsoda? Given in your hand attack equal to this minion's attack. Ó, az baj. Na de nem baj. Akkor 4-2-es ez azt megvédeni talán. Mondjuk nem, mert ha a hírómat támadnak. Freezing Trap, vagy amúgy Freezing Trap, mert van utána mit csinálni, fix. Megfogjuk, nem mész sehova testvérem. Mondjuk, ja, a Hero Power összet is, de az meg tempó. Az tempó, az jó. Két manér egy 1-1-es test. Az keserv. Nem, Freezing Trap testvér. Freezing Trap. Az a kollaterális damázs. És ez melyik? Oké, in 3 turns. Jó, az fasza, az jó. Egy banánt kidobunk, és akkor arc. Fix, ütünk. Mert ütni kell. Amúgy kéne a TikTokot is kitennem, az a helyzet, srácok, azon gondolkodtam. Kéne. Ne! Hú, az baj. Az most jelen pillanatban bajnak tűhet, ugyanakkor nem feltétlenül biztos, hogy az. Nem feltétlenül szeretném ezt kijátszani. Hát, amúgy szerintem pusztán tempóból. Egy damage-ot valahogy dealelnie kell bele. Ha meghal egyébként, akkor megvan a Stonebone gargonunk. Ez most nem vagyunk elegen egyébként. De mindjárt ő is megnyílik felénk. Úgyhogy easy. Hát. Hoppá. Spend two corpses to give all minions in your hand. Pasztotok. Az baj. De először ezt kijátsszuk. És ezt nem biztos, hogy szeretném visszajutatni, mert bár az atakot elveszítené, de nem szeretném, hogyha többi minionja is kép. Mondjuk ahhoz kell két korpsz. Mondjuk Death Knight.
Jó ez így. Fix. Fix. Meg amúgy van nagy removálunk is, úgyhogy igazából tulajdonképpen szinte csak removálunk van, de jó az. Ez konkrétan egy teljes board clear. Majd hát, hogyha aki adja. Fix. Jó lesz. Mondjuk azért... Ó. Oh. I respectfully disagree egyébként. Fair. Fair. Szerintem ez így megérte. Aztán úgyis lesz itt minden fütyök, így... Six damage to three random enemy minions, tehát az összesre 6 damage-et, és akármi access van azért ott, azért... Tudunk egy kicsit azért... fütyeregni, ha értitek, hogy mire gondolok. És remélem értitek. Amúgy én ezeket kajakkal le tudom venni. Az a hajzat. Levegyem őket, azt mondjátok? Vagy kizárjuk a következő körből és azt mondjuk, hogy ne. Csináljuk. Ha, pyrotechnikus következő körben hány 8 manája lenne? Ja, amúgy ne játsz ki a pyrotechnician-t, légy szíves. Oké. Ez egy egységi játék volt. Majd ami ezután lesz, na az. Azt érdemes lesz megnézni. Talán nem fix. Teljesen jó. Teljesen jó. Még jó. Nagyon jó spotban vagyunk. Tegyél le még valamit, légy szíves, valami testet. Valami szutykos testet tegyél le, légy szíves. Oké, okay. Rendben. Ez úgyis megdeglik. És akkor mehet a collateral damage, mert azért az egy elég komoly collateral damage lesz egyébként. Mert ő megdeglik. És az 3, 4, mi az? Az 10 damage. És azért az... Azaz. Ez egy certified jó. Collateral damage volt. Fix. Fix. Véletlenül kifizettem a Photoshopot, úgyhogy most egy évig van Photoshopom. Mi az? Kéne csinálni emótokat, az a helyzet. Azon gondolkodtam. Véletlenül, ja, mert amúgy le akartam mondani, mert a 7 napos trial idő alatt megcsináltam mindent, amit akartam, úgy kinda, vagyis hát amit azt hittem, hogy én, hogy fasza meg jó. De amúgy fasza meg jó is, csak lehet, hogy csináltam volna még dolgokat. És így elfelejtődött, mert mostanában elég elfoglalt voltam. És igen, nem volt. Ez megmozdult. Sőt. Sőt? Amúgy nem sőt. Miért lenne sőt eleve? Mire gondolok? Egy bátor döntés volt megjátszani ezt a lapot, de kell a damage. Kell a damage. Szóval igen, hát elfelejtettem mondani, mert még gondoltam rá, de azt az elmúlt 3 napom az olyan volt, hogy esélyem nem volt rá gondolni. És így ma megjött az SMS, vagy az értesítés a telefonomra, hogy így ja, amúgy az Adobe Studios és így közvetős, ó. Na mindegy, akkor van. Akkor gondolom van Photoshopom.
Jó, ez egy... Azt mondom, hogy ez egy kontrollált mérkőzés volt. Akárki akármit mond. Jó, oké. Ez az tetszett. Ha ezt minden meccsen meg tudjuk csinálni, akkor ez 12-0. Theoretically speaking, persze. Rekord winem mennyi volt? Kétszer volt 12 winnes arénám. De akkor nagyon. Az komoly volt. Az egyik az dual class-ba volt egyébként, és az benne is van Hurt arénában. Benne. Hány emúszlott üres most? Tehát egyébként a csatorna logót az csak ilyen placeholdernek tettem be, hogy valami legyen, mert amúgy megvan. Meg azon kívül van még egy szabad hely jelen pillanatban. És egy nem tudját akarunk csinálni. Egy nem tudját, meg egy ilyen csak egy kicsit. Tehát ha lenne két hely, akkor ezek lennének. Az egyik azt mondta, hogy a másik meg valahogy nem tudját, azt mondja, hogy nem tudja. Meg ilyenek. Szóval meg tudnám csinálni, csak... kellene képekt csinálni. Tempóba kit játszok ki? Úgy nem is kell tempóba, miről beszélek, nem sietünk mi. Nem sietünk sehova támadni, úgyse tud következő körben, úgyis meg tudom halni. Photoshop már van hozzá, hát amúgy van, igen, csak most már csak képeket kell csinálni. Mondjuk arra is lennék, hogyha valaki kiscreeneli streamből, mondjuk szombatról, amikor... Hát amúgy az a 4 óra, az lehet, hogy 2 óra lesz, azt majd még a gymben megbeszélem, mert ahogy 6 óra alatt nem rakjuk össze, de mondjuk 2-kor nekiállnak, azt mondom, hogy 10-10, mondjuk az se gáz, ha éjfélig megy. Legalábbis nekem nem szombaton. De hát igen. Mondanám, hogy ez egy probléma, de azért nem olyan nagyon nagy probléma. Az. Há, és így már megsőli. Legendás játékok. Legendás. De még ha meg is vannak, akkor is az Infuse megtölt. Tölt az Infuse, tesó! Na. Az még arrébb van, de következő körben meg egy kis... kis takó... Nem baj, ez a minél ez erősebb nem lesz. Ahogy mondtam. Na mit nem tudsz? Mi korpsza van? Ez nem akkora probléma, támadjon vele. Elkövetkező körben ezt úgyse játszani neki, úgyhogy inkább erre. Ah, kevesebb HP. Meg is halsz. Meg halsz. Vannak jó lapok nálunk jelen pillanatban, mondjuk még ha meg is hal, értitek? Jó lenne, hogy a következő körökben valamikor fel... Mondjuk a következő körbe felhúznám... Mesem átka, hol vagy? A Star Power-t, és kinyernénk belőle a value-t, az úgy nem lenne rossz. De lehet, hogy mindentől függetlenül kijátszom. Nem fix am. Majd kiderül. Majd kiderül. Igen. Ez sajnos ilyen. Ja, hát a másik három kártyát meg tudok is, hogy mi a kezében. Ja, az egyik nem fogja kijátszani, az egyiket nem tudja kijátszani. Jó, nem állunk most se rosszul. Am. Ja, hát ez ilyen.
nem buziságból, de az most megy is ki. Az megy is ki. Ez egy egységnyi kör. Azt vagy meg kéne szüntetni ezt az ötötöst, és akkor azt mondom, hogy nyugodt szívvel mehetne az öreg Savannah Gucci Mane is, és akkor faszák vagyunk. Meg lenne egy Banjo Saur, mondjuk a Red Herring, az bízt? Oh, a Red Herring is bízt. Hát... Igen. Hogy kell kifinalizni? Á, de ezt még nem akarom. Akkor nem finalizzük ki. Ja, de hülye vagyok, hát hogyne. Mondjuk arra egyet. És így, és abba fész. Ebbe, abba. Easy. Mi sem egyszerűbb. Ez egy könnyű játék, ez a HS. Ez messze földön arról híres, hogy könnyű játék. Nem is tudom, hogy mondtam, hogy csébe sikerült fixálni az FPS problémát. Belecsapva a játék low bandwidth módba, és stabil 80-120 FPS-en van. Easy. Easy. High res-zel egyébként? Vagy hát a fasz se tudja egyébként. Hát mondjuk. Lehet, hogy nem. Oké, infúzálva van. Jó. Ahogy szerintem most sok kis pici fütyköt kéne letenni. Nem feltétlenül a Savannah Gucci Mane-t. Bármilyen 7 manánk lesz. Am. Na, testvérem, ezt nézd meg. Hát, az mondjuk minél előbb jó lenne. Ja, mondjuk a kis petkányaim meg infúzálva vannak. Tényleg, mert egy buffolja! Hát hogy ne buffolná? Oké, én azt mondom, hogy balls out számít az, hogy hányatok lyuk van egyébként? Nem. Mondjuk kinda, de mert ő ezt nem tudná leszedni, de ezt igen. Ez fixen megy, tehát ezt tudom. Jó, mondjuk egyre többet tudna trédelni, úgyhogy ezt így kiszedjük innen. Fix, ez így jó. Ez így. Stabkó, te sóhoz nem stabil. Egy törn, igen, és rásos. És hú, hát ez megüzet, ez damást fog okozni. Tazdingó. Igen. Szia, Tony, mi a helyzet? Hát, akkor igen, valatot próbáltad már? Amúgy igen, egy Valorant sessionöm volt, én magammal, önön magammal. És így el voltam, de így... jó volt amúgy. De soha többet nem jutottam meg. Már fönt sincs a gépen, mivel nagy streamelések közben újra kellett raknom az egészet. Ma azt mondta, hogy... Nem. Úgyhogy ja, szia Herold! Mizu! Ez mondjuk probléma. Hát nem feltétlenül egy kicsit. Infuse 3 és Gain Rush. Az még működhet amúgy. Nem most, de működhet. Most kijátszom a Savannah Gucci Mane-t. Lők egy HP-t. Aztán igazából trédelgetés, meg ilyenek. Aztán hátha. Meg Helele, meg Hululu. Ja, kettő Beast. Jó, minden az egyik úgyis meghal. Meghalsz!
Az baj. Idősanyám. Azzal mondjuk, hogy dílelni kell majd. De az akkor van. Már támad. Ja nem. Ó. Ja, hát így most nincsen túl sok bi... Oké, jó, rendben. Rendben. Ó, á, nincs annyi fütyök. Hát mondjuk a collateral damage az jó. Ha legyen az. Helele. Ezzel most ezt kell csinálni. Ez most ilyen, és akkor így card to card megyünk. De ha nagyon jól megvárjuk, hogy jól lepakoljon, akkor csinál nekünk letált. Oké. Okay. Nem biztos, hogy oké egyébként. De ez egy aljas lap. És van taunt is. Oké, lehet letálunk. Lehet letálunk. Nagyon kis picike fütykös esély van rá, de lehetünk. Lehetünk letálok. Hát, te só nem tudom. Igazából szerintem egy kört kibírunk. Ha lifesteal, akkor lifesteal. Ha nem lifesteal, akkor nem lifesteal. Olyan, hogy megy a mai nap? Remélem azt, hogy volt már 12-től. Hogy lett volna? Nem fix, dehogy is volt. Befejeztük a péntekit, az 3-3 lett, és az 155 gold value-t kaptunk, úgyhogy az jó lett. Ez igazából profitos volt. A második az meg egy 1-3-as 76-os decrating-el réteg... mi az? Decrating-el... Hogy van ez magyarul? Tehát, hogy ja, 12 volt, vagy mi az? Ja, faszatom, már nem tudok beszélni, meghalok. Szóval 76-os volt a deck ratingje. Milyen szó nem jut eszembe? Well played? Pavlade? Zwei. Na, mit sikerült megcsinálni? Jó! Fassa! Gmét a gméhez. Fix. Fasza jó, gyorsan claimelem is. Amúgy, mert az további gold. Mondtam meg az ötök, lehet, hogy még a 75 is meg lesz. Mi van még, amit meg lehet csinálni? Fel vagy Nature's Pass, az most annyira nem játszik. Battle Cry Cards ellenben annál inkább az is meg lesz mindjárt. Opa. Nem akartam az egészből kilépni. És azzal is megvan egy szint. Jó. Oké. Okay. Összességében fasza. GGMO-t jöhetne amúgy, igen. Ami a fasz a GGMO-t is. Á, de nincs ennyi emót hely. Nincs. De a nem tudja, az kell. A nem tudja, az kötelező. Menjük el a kövi slotig. Hát amúgy... Hát amúgy a fasz se tudja egyébként pontosan mennyi kell. Szerintem 18-9. Tehát azért még messze van. Tehát ahhoz azért kéne még egy-két subscriber. De hát dolgozni kell érte, reméljük, hogy meg lesz. És toljuk, nyomjuk, aztán easy. Addig mi streamelünk, amíg nem lesz meg. Mármint, hogy utána is streamelünk, legalábbis nagyon remélem, hogy ha már meg lett, akkor fixen kéne még utána is streamelni. Szerintem. Persze, mit tudok én az egészről. Oké. Okay. Jó. Nem szar. Viszont ugye a coint is elhasználom. Rás, tesó, lesz egy rassunk a következő körben. Fasza.
Jó, ez működik. Ez jó, ez a The Mac. Az gáz, mert az lehet Hellfire is. Például a kokáért. Ami most jelen esetünkben annyira nem lenne faszántos. Nem tudod megtalálni, tesó, miről beszélsz? Kány. Nincs támadás. Deadly shot az 1-2-re, let's go! Amúgy nem, ezt így kiszedem. Hero power. És megy a zerg, tesó, nem érünk rá ilyen butaságokra most. Van egy vagó removal, van egy stonebound gargon, ez nagyon jó az alap. Ez a kicsit, nem sokkal, egy kicsit gyengébb holohound. De tényleg nem sokkal. Fúj, az első nagyon finnes arénánk a visszatérés óta. Az hunteres volt, az öt winnel, az kurva nagyot ment. Szóval igen, hétvégé jó, telt vitya. Hát, végigdolgoztam az egészet. Mert ma meg átaludtam az egész napot, és így... most már egy kicsit érzem a lábaimat, hogy amúgy vannak. Mert végigálltam két napot tulajdonképpen, meg levezettem 500 kilométert legalább. Faszt, mert még Győrbe is visszajöttem, több mint 500 kilométert. Úgyhogy ja... Life is a movie, meg ilyenek. Hát, még egyiket sem akarom kijátszani. De ez még jól jelent. Viszont, ezt nem akarom... nem akarom ezt freezing trappelni, bár... Ja, mondjuk hand is full, és lehet nem figyelt volna rá, de hát most ez erre kialapoz. Szóval ja, a hétvége az kemény volt. Hát most nekem úgy nézett ki a napom egyébként szombaton, hogy 6 óra előtten indultam Mogyoródra, ott voltam fél ötig, szerencsére nem tartott ötig, csak fél ötig, utána elmentem Osomba, megvettem a Lego McLarent, ahogy ott láthatjátok, és ja, onnan még hazavezettem Rumba, ami Vas megyében van egyébként. És ma még feljöttem Győrbe, illetve azt nem, tegnap jöttem vissza Győrbe. Ja nem, tegnap mentünk Szombathelyre versenyre, ott bíráskodtam, és Szombathelyről jöttem Győrbe, én este 9 körül értem ide. Na most viszont. Ne, basz! Nem infúzolt, na mindegy, faszom. Elfejtettem. Jó, nem baj, mert akkor most legalább már ez infúzált. Faszom. Erre vártam egész, hogy ki tudjam játszani, ez most meg nem. Nem tudja. Hát. Na. Deadly shot prey, amúgy nem. Na már, ne adjál neki még egy elementált, he! Nem jó. Na mondj, ez még nyerhető, meg még felhúzhatunk egy collateral damage-et is. Ami meg azért jó, ha van minionja a bordon. Ez csak egy kicsit. Eléggé nem tudja. Legalábbis én azt érzem rajta. Az damage. A keservit. Nem is támadhat vele. Jöhetnek a batók is. Kis face damage? Amúgy vagy freezing trap. Inkább egy kis fütyök. Nem biztos, hogy most olyan lapot ad dobna vissza a kezébe, amit nagyon szeretnék, hogy visszadobjon. Mert mondjuk az Arcane Worm-öt kiveszi, attól főtlenül az adé mana boltot a kezébe, és azzal kiszedheti bármelyiket. Bár azt hiszem ez 8-as mana törztös,
De ettől függetlenül. Akkor próbálom majd úgy intézni, hogy szóval végleg a LEGO streamen. Az mondjuk nagyot menne. Az ott menne. Mondom, abból a négyből még lehet, hogy kettő lesz. De majd kiderül. Mit játszott? Ó, van egy abissza a körzünk, az nem jó. Ugyanakkor. Van retheringünk. Az öreg reteteherring. Az nem lenne jó, ha az counter lenne. Kiszedni van akkora állat. Van. Kollateráldom is, létszik. Ó! Hát! Jó, igazából annyi baj legyen. Vissza a körz, az kivitte volna a counterspell-t? Ezt sose tudom. Na mindegy. Nem. Nincs arcane spell damage. Sose volt. Na, amikor szavannak úgy, mint lassan ki kéne játszani, lehet a következő körben az lesz. Na, amúgy erről beszéltem, igen. Tehát az öreg Quillbort le kell szedni-e? Mert... mondjuk még van 7 manája, ez nem jó. Az nem jó. Jó, mondjuk nem fogunk lapot húzni. Fix. Hát egyet fogunk nyilván, de... azon kívül... büfé. Collateral damage prey van jelen pillanatban. Megöl a hiányod. Hát nem tudom. Van mondjuk lent 10 damage-e, úgyhogy most kell okosnak lenni. Mondjuk le tud takarítani mindent, és maradt 9 manája. Hát. Ne már. Az nem jó. Az nagyon nem jó. De legalább. Az nem jó, az most nagyon nem hiányzott. Tark. More. Az nem jó. Taunt. És maximum életbe tudom tartani magam. Jó, mondjuk Zilliexet, ha minden jól megy, kiszedi. Ha nem, akkor úgyis meghalunk, tehát. És annyira nem adta ki főnök. Mondjuk igen, ez egy 79-es ratingű deck. Úgyhogy, ja. Előfordulhat, hogy nem adja ki. Nem baj. Nincs pánik. Nincs pánik. Majd 2-2-nél pánikolunk, most még nem. Most még semmiképp. Meg ha jobban belegondolok, igazából belefér még egy aréna, hogyha ennek ilyen gyorsan vége lesz. Ó. Aha. És pont egy variort kell kapni 2-1-nél. Az nem jó. Az nem jó. Au. Jaj. Megtarjuk. Fix. Csak egy jó lenne hírót, vagy hírót felhúzni. Igen. Mert is ki első körben. Sietünk, futunk, sietünk.
Ah. Stabil 3 damage, let's go. Az mondjuk pont kiadja. Ú, és a következő körös, please, megvan! Haló! Mikbe? Szétmegy. Szana meg szét. Ez sem egy rossz play egyébként, testvérem. De mi van, ha mondom, hogy van ilyen play is? Négyen? Amúgy coin is van nála rá. Ó, hát a Stomborn-ek user nincs. Semmilyen módon. Mert ugye a kigyó is beast. Ugyebár. Ugyebár. Igen, infúzálódjanak csak. Coin. Hát voltak már dolgok, amiknek jobban örültem. I ain't gonna lie. Infúzál. Jó, ez is kimehetett volna, am. Mindegy. Lehet, hogy jobban jöttünk volna ki. Lefettem, hogy már infúzálódott. Az kellemetlen. Persze, hogy most húzzuk fel, amikor máskor húznánk fel. Jó, nem, ezt még tudjuk stólolni. Ezt még tudjuk stólolni easybe. Kis fütykösöket. Oh, nagyon nagy riffbe van most a ház zenéje, mi a fene? Nem. Hát. Léci. Jó. Fix. Fasza jó. Még nem elfogyott a lapunk. Nincs laphúzás. Az ebben volt. A Death Knight-ban volt. Ó, az jó. Nincs támadás. Nem. Hát kivel ha van valami rásos toszása. Mert amúgy miért ne lenne? Tehát, hogy eddig a drum soloistot is kiraktam, meg a... Mi ez? Silverfury Stalwartot is, úgyhogy igen. Van. Van minden nála, aminek egy Warriornál lennie kell. Nem. Ne már! Ez egy aljas undorító lap. Orion vág. Ja tényleg, mert ez így működik. Így túléli a fegyver, de igazából... Ez ennyi volt. Kész vége.
Nekünk mind. Nem baj, 2-2-ről szép nyerni, amúgy. Én azt mondom nektek. Igen, ilyen is van. Ilyen is van, többször is mint kellene, amúgy. Hát igazából. Most kell megnyomni, mert mikor máskor. Hát. És ez szét van tolva a telefonom értesítésekkel. Egek. Hát persze. Sajnos is pontos válasza van. Édesapám, saját maga felé dől a fa. Az mi? Az egy faszatal mond, hát nem vagyunk előbbre vele. Most, ami tényleg azt mondom, hogy lehetne akár letál közeli történet is, az a collateral damage. Megint csak. Vagy hát a Banjo-Saur, csak hát igen. Banjo-Saurból szerintem az büntet. Tehát ezt nem is láttam egész meccsen. Amúgy. Ahelyett, hogy draftoltam volna a Holohoundot. Még általában nem a HP a probléma, hanem hogy kifogyok lapokból. Már az előző meccsen. Ja, hé, haló, mi ez a Clan Fiesta? Tessék abba hagyni. Az nem került többbe. Az viszont igen. Hát a Csémit kiadta a high-ról. Mondjuk ez nagyot megy. Pff, testvérem. Hát szerintem ezt igazából feladhatjuk. Mondjuk... Ja nem, az én körömön ébred, az 7, 9, 11. Mondjuk akár le is tehettem volna. Mindegy, amúgy concealelni akartam. Azt tűnik a legstabilabb megoldásnak. Ja, így aztán pláne. Ja tényleg, mert ezt is felhúzta. Hát igen. Na. Mondjuk most már szerintem semmi nincs, ami megmenthetné a kis popónkat. Hát ez meg aztán pláne nem. Na jó van. Így, amilyen gyors volt az a 2-0, olyan gyors volt az, ugyanolyan gyors volt az a 2-2 is. Ó, meglett a Battle Cry-os sztori. Jó, hát akkor még többet is csináltunk, mint amit gondoltam, hogy fogunk ma. Mondjuk, ha ez az aréna lemegy, akár rankedezhetünk, és akkor azt mondom, hogy kinda lehet, hogy meg tudom csinálni a... Mi az? A ranked módos történetet is. És a warlockkal, amiben mondjuk van felspell. És akkor lenne még egy pak, meg még ezt az arénát is befejezzük, ott azért pak hegyek vannak. Pak hegyek. Ranketben milyen szinten vagy? Fú, valahol bronzban, mert ugye most volt rank reset, de amúgy ezzelben klasszikba lementem legendbe az előző szezonban, nem mintha ez akkora ezzel lenne egyébként ezzel a sok bottal, és azt valószínűleg ebben azt valószínűleg, hogy minden hónapban meg fogom csinálni, hogy legyen pak, meg legyen kártya, de azt majd csak a szezon vége fele, meg nem is biztos, hogy mindent látni fogtok, mert az ilyen undorító grind lesz. Ez egy szar ez a lap, én ezt nem szeretem ezt a lapot. Ez később kell majd. Vannak botok? A klasszik ranked az tele van botokkal, igen. A klasszik ranked az kendőzetlenül. Általában ilyen valamilyen ázsiai írással történne üvek meg, akinek ilyen Krix-Krax neve van, az általában... Az általában az. Györéget, nem követtem a HS-t. Hát ugye most van a klasszik mód, ahol csak a klasszik lapokkal tudsz játszani. És ja, meg amúgy MMR szerinti matchmaking se nagyon van, mert mielőtt Legend lettem, olyan játékosokat dobott össze, akinek tényleg az volt, hogy ilyen Chill Windjeti meg ilyenek. Tehát ilyen ő az rendes játékos volt, de tényleg az alap.
Hát még az alapoknak is az alapja. Zombies. Az szép, ja, úgyhogy annyira nem nehéz, hogy igazából összeraksz egy jó decket, akkor... Akkor jössz, azt mész. Értem én, hogy best lab, de egy olcsó szar, tehát, vagy hát egy vagy nem olcsó, hanem egy régi szar, tehát, hogy így vannak azóta már nagyobb üzek. Meg klasszikban is amúgy vannak erősebb dolgok. Á, kéne még egy infuse? Dredzseljünk, vagy? Amúgy dredzs. Collateral damage-et nem tudom elutasítani, sajnos. Let's go. Szóval ja, egy, de még klasszikban is egy tök lap, ami amúgy alapból megvan mindenkinek. Nej már. Hát de nej már. Na mondjuk jól rakom ezt. 5 manát mint nem játsz, mondjuk egy jó Hellfire-t azt szeretném, hogy ne játsz. Testvérem, bár most ez neked is legalább akkora probléma lenne, úgyhogy nincs Hellfire. De legalább tudjuk, hogy vannál egy Hellfire, ez nagyon fontos információ. Minek hívtál? Hát... Osz most mi legyen? Mert hogy ezzel még ugye várni kéne. Egy kicsit. Szóval nem akarom kirakni. Az, hogy bármit visszarakok a kezébe, az annyira nem jó. Hát... Mondjuk a 6 manás play-em se lesz sokkal jobb. Jó van, faszomat. Köcsög játék. Nem, csak tudni kéne játszani, de hát ugye nem tudok. Fú, hogy a szombati stream... Ó, nem már, persze, hogy Eater of Secrets. Tehát, hogy ez amúgy gyárilag bent van a deckjében. Hát jól, most előbb-utóbb szükség lesz rá. Hát, nagyon, hát ma nem. Ez ma nem az a nap. Ez ma bizony nem az a nap. Akkor hát, nagyon szeretne. Nem baj, majd a Wild Ranked-et megnézzük. Hát, ha sikerül 5 meccset nyerni még ebbe az egy órában. És az mit csinál? Hát... Azok gondolkodtam, miután már nem nyomtad a HS-t, utána már nem is követtem az eseményeket. Amúgy egyébként én se, igen. Ez megállja a helyét. Mit akartam letenni most? Amúgy Red Herring-et? Vagy mit szeretnék? Hát amúgy. Red Herre. Azt úgy is kikapunk. Úgyhogy nem baj, megnézzük a Rainolókot, mert azóta én játszottam vele és nyertem is vele meccset. Nine. Hát, akkor ma láttatok egy 1-1-2-es és 3-win-es arénát. Tehát a kollekció kész. Sajnos vagy szerencsére. Úgyhogy most akkor megyünk egy kis Wild Ranked, hát ha egy óra alatt sikerül nyerni valamit. 40. Jó, oké, elfogadom. Egy fene.
hogy ma vége a gold költésnek, úgyhogy nem tudom, hogy ma pluszba jöttünk, mármint hogy pozitív goldba jöttünk-e ki, de van 3 pakkunk, meg 40 dustunk egyébként, tehát jelen pillanatban. Na nézzük azt a helele hululu decket. Hol van? Mivel játszod? Dehogy is játsz? Úristen! Úristen! Nem! Ilyen fasz a Reno lockot, mert hátha. Ja, pont egy óránk van. Hát mondjuk, ja, 10-ig. Én bronz 3-ban vagyok. Aha. Ez egy School of the Manari, azt hiszem úgy hívják. Ha az lenne a kezemben, akkor valamelyiket megtartanám, de így nem. Lőtebb, tényleg? Lőtebb is van a deckben. Elfelejtettem. Én kezdek. Az öreg Cthulhu Hunter. Az kom. Az nagyon kom, testvérem. Na. School of the Manari, most már csak démon kell. Oké, van ilyenünk is, hát let's go, amúgy szétmegy ez a deck. Szana szét. De testre húzom még egy lapot. Gorgonzola, let's go. Zsa, jó, hát ez... Nagy kezdőplay. Csinálunk egy 10 cost spellt, amúgy csináljunk. Jó lesz, hogy 5. Könnyebb kijátszani. Kis removal. Két random démon, amúgy az jó. School of the Manari-nak lesz feed. Ó, amúgy mennyi lap van a kezemben? Tudok számolni? 9, jó, oké. Nagyot megy. Lőtünheb, mert amúgy nincs nálunk egy darab démon sem. Bár a School of the Manari az jó lett volna. De még nincs egy darab démonunk se, az a baj. Meg fogunk halni. Na hát ez például démon. És ez segít is az életben maradásunkat egyébként. Csak hát ugye a következő köröm elején lesz kirakva. Nagyon furcsa, hogy csak jó lapokat látni aréna után, ugye? Micsoda? Hogy ez deal to them, hogy ez konkrétan ennyire célzott. Az kom. Az kom. De nem akkora gáz, mint amekkorának tűnik. Aha. A József Irsz, arra mindig vagyok. Hát amúgy jó, egy Holy Light az nagyot menne. Aha, és arra vagyunk is. Arra vagyunk is. Egy jó Holy Light. Igen. És egy gergenzelét ide. Gergenzele az jó lesz. Essa. Jó. Mit csinálsz még, testvérem? Ja, meg van egy ilyen fütykösöm is egyébként, az mondjuk adhat jót.
Hát... Nincs akkora gond, mint amekkorának tűnik. Pláne így. Pláne így. A polimorfot nem feltétlenül biztos, hogy elkótya vetyélném amúgy. Még a szalapúzás dolgot jól lenne abba hagyni. Hát amúgy. Hát a démon. Démon! Hová tűnt Démon Hill? Jó, mondjuk ezek hosszú meccsek lesznek. Ha minden jól megy. Mert ennek ez lenne a lényege. Mi a terv? Nem rossz, nem rossz. Jó van. Ja, mondjuk ezért, igen, ezért megérte, de most meg tele vagyok armorral. Igen. Minden további nélkül. Amúgy. Ja, ilyen kevés manám van. Hát, akkor még húzok egy lapot. Az öreg Geno Exon. Easy. Könnyű a játék. Nálunk van minden, ami kell. Amúgy tényleg, összerakjunk egy Pirate Warrior decket? Hát ha? Hát ha még a végén? Aha. Esportja, nem arénában vagyunk most már mondjuk tényleg. Hát ez egy play volt, igen. Nem is kell érte vonát fizetnem, testvér. Hát lent van. Lent van, mint olyan. Édes, drága, jó Istenem. Hát. Ja, mondjuk ezt most nem kell. Hát igazából azután mi legyen? De egyik ilyet kiszedjük, akkor már szedjük ki ezt is, és addolunk kettő random démont a kezünkbe. Démon Pirate, mi a fügyk? És a charge-ot visszakapta, nem? Hát, száradjon meg. Meg amúgy van Reno Jax, és húzzunk lapót. Easy. Könnyű játék. Pecs, ez mióta démon? Nem tudom. Hát ha nyagorok lenni gyorsan akarsz nyerni, fix amúgy, ja ez real, akkor csináljunk között Pirate Warrior-t. Jó lesz, au. Na erre van Blood Raver Gul'dan egyébként. De ha mindent a kontrollálásomra lő el, akkor igazából nem marad lapja egy idő után. Az kom. Pontosan. Hm.
Kis bútusok. Elfejtettem, hogy Enzót mennyire erős. Na, még egy Tmaunt. Igen. Papító, köszönöm szépen a követést, üdvözlök a csatornán, hello. Mi a helyzet? Siphon Soul, arra mondjuk vagyok. Ez letál egyébként? Fix, az, hát ez rengeteg damage, meg amúgy van Hellfire-ünk. 11, 14, 22... Hát... Azt mondom, hogy ezt... Meg valamit még kellene... Hogy fix letál legyen... Ja, mondjuk várja, ha leveszem az egy... Ezzel azt hittem a legkevesebb... Ja, mondjuk van ez, van Hellfire a kezemben, miről beszélek? Még ha ez így nem is jó. Na. Szia papító, hello hello. Jó, win bónusz. Win bónusz, jó. Na, már kapunk egy pakot. Let's go, mondjuk egy darab felszpelt nem játszottam ki. Na, M1. Most toljuk ezt a decket, amúgy. Jaj, elsőmre. Megint elfogyott a üzem. Szomorú. Szomorú, mint az a bizonyos szamuráj. Köszönöm szépen. Most felkeltettem mindenkit fix. Magán is sosem rossz ott van, mondjuk kell, ami kicsalja. Kicsáó. Jó, vagy lesz, ami kicsalja. Easy. Megtartjuk Malganiszt. Köszönöm, köszönöm egyébként. Jó nagyot tüsszentettem, úgyhogy tűz. Meg prüszk. Mondjuk azt lehet, hogy... Opa. Jó, nem, lesz idő még kijátszani. Nem játszom most ki. És Robesz is bekövetett egyébként. Köszönöm szépen Robesz, üdvözöllek itt a csatornán, és érezd jól magad. Vá, nagyon, nagyon gyorsan jöttök be egyébként. Á, ezt mondjuk kilőhettem volna. Na, M1. Igazából nem fog számítani. Grand Scheme of Things. Na jó, lehet, hogy mégis számítani fog. Szia Robesz! Hát, én szerintem most kéne ezt meghúzni. Lego streamre visszatérhet a kedvenc már egy... Bassz, meg amúgy igen, de az veszélyes lesz, mert tudom, hogy nagyon sokatoknak van nagyon sok csatorna pontja. Úgyhogy nem élik visszaélni vele. Annak örülök. Nem is sehova testvérem. Az se szar. Így. Nem tervezem, bár nem tudom, mennyire akartad beárazni már, hogy... Ja, fú, nem tudom mennyi volt, de az origin amount az fix. Mit akarok? Az... mi az? Nem olyan sok. Tehát biztos, hogy van annyid. Sőt, potenciálisan több is. Na, vicceljünk, vagy ne vicceljünk? Csak egy jó kellett húzadat amúgy. De csak úgy szopassuk a népet.
Ez olyan mismatch decknek tűnik nekem. Ah. 26,8k van most. Hát amúgy nem tudom, hogy... vagy 10.000-en volt, vagy 30.000-en. De ha 30.000-en volt, vagy 10.000-en volt, akkor igazából már kettő kijön, meg a héten lesz stream gazdagon, úgyhogy ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Pack the house. Pakoljad, pakoljad. Másikat is leszedi. Mi csoda. You ain't even know. Várjál, mit csinálsz? You ain't even know. Kle, kle, kle. Legjobb Lord Godfrey, amúgy ebbe a Pack the House dologba rendesen jó lehet. A 30.000-re is amúgy módikon is refundolom. Nem, nincs csalás. Nincs. Nincs egy csalás. Mondjuk Keltuzált, mondjuk egy Enzot után, mondjuk arra lehet, hogy már nyerni fogok. Az öreg munkást elverem. Fix. Mac és Démon. A kolléga csipkethetné magát egy kicsit. Még egy Pack the House. Szétmegyek. A Frenzy is mission. One time effect after this survives damage. Hát nem fog. Öt legendary van a kezemben? Igen, de az egyiket egy másik legendaryből discoveröltem. Egy faceless punátor. Akár. Egy Malganis, amúgy Malganis még nem. Malganis még semmiképpen se nem. Sőt, tudjátok mit? Húzunk lápot. Jó, ez majd még vicces lesz. Ja, meg húzom még egy lapot, amúgy nyilván, mert ne húzom, Sylvanas. Nem is kell több, nem is kell több testvéreim! Jól állunk. Am. Van Sylvanas, van Bloodriver Gul'dan, bár őt még nem annyira éri meg kijátszani, sőt, igazából egy Mal'Ganis-szal az már egy off lenne. Jelen helyzetben, és nincs sok lapja? Ja, overloaded, oké, azt hittem már játszott valamit, csak lemaradtam róla. Már 6, ja igen, mert most van egy Sylvanas is a kezembe. Ja, hát ezek mind legendás. Legendás, legendárik. Mind egyébként. Bár Mal'Ganis, amikor már én játszottam, akkor már nem nagyon volt benne a standardben, így nem is játszottam vele annyit. Na re! Mizu Prince. Mi megy? Wild Ranked. Mert questet csinálunk, és akkor lesz még egy pak. Hát amúgy távozzak el az élők sorából tragikus hirtelenséggel. Most azonnal. Most már csak szopott amúgy a csávó. A Spog, ja, a Pog, haladgatunk, most már Silver 10 vagyok, tehát a bronzt már sikerült skippelni egy az egybe. Ami most azon gondolkozom, hogy egyébként én tervezek hosszabb időre ezzel a játékkal, nyilván nem lesz minden nap ez, de azért lesz. És azt mondom, hogy én már ezen gondolkozok a következő standard rotáción, hogy annál viszont már mehetünk egy nagyobbat. Tehát arra lehet, hogy azért sikerül úgy összehúzkodni lapokat, hogy
Hogy amúgy, ja, amúgy van. Átküldöm a dick listát, nézd meg, mi kéne, ha akarnál is mászni. Ó, állt, nyertünk. Ugye a kiegnél? Hát nem a kieg, nem a kiegnél, nem a kiegnél, hanem a következő standard rotációnál. Jövőre. A következő kiegnél biztos nem. Ah, azt megnézzük. Ja, várj, azt nem itt kell megnézni, vagy itt ki tudom másolni? Ja, click to copy, igen. Tehát egy év múlva, igen. Arra gondoltam. De nézzük, mi van meg belőle, mert amúgy kíváncsi vagyok. Hát! Nem sok, hát 515 dust-on van tesó, és kapásból 2000 hiányzik. Az másik kazakusz, ezt nem is tudtam. Gidra, igen. Hát. De azért hiányzik gazdagon, hát ezt a decket nem mostanában fogom lecraftolni. Azért lesz ez még. Hát azért mondom, hogy most azért kell főleg arénázni, mert azt tudjuk tolni, meg közben a klasszikba lemegyek Legendre, az is 5 pak, ha jól emlékszem. Arénában is azért kapogatunk, meg azért kapunk vissza value-t is úgy, ahogy van, úgyhogy ja, most főleg arénázni kell. Meg kicsi rankedot nyomni, hát meg a questeket, meg ha ki van maxolva, ez akkor aztán a Battle Pass következő kiegig még van mennyi? Kettő hónap? Egy hónap? Kettő hónap van, nem? Ja, az aréna azért, hogy kapok pakot, igen, és nagyon kevés, sőt, amúgy igen, nagyon ritkán szokott Dust a kukába menni. Tehát, hogy... igen. Már megint? Tehát, hogy most nyitok, azok a lapok előbb vagy utóbb aktuálisan kelleni fognak, és ez nagyot megy. Na, így azért estére megjövőgetünk. Majd az idő nagyot fog menni, amikor ki lesz tolva akár 11-ig a stream. Mármint, hogy az alapmenetrend. Ez nem mostanában lesz egyébként. Vagy hát igazából rajtatok múlik, hogyha azt látom, hogy este jön meg mindenki, akkor lehet, hogy kitolunk egy órát. Egyszer-kétszer, nem mindig, csak egyszer-kétszer. Pont ebben az évben volt, lejöttették a power level-jeit a kártyán, sokan panaszkodtak is közben, pont jó, mert nem a power creep-e fognak építeni a... Szia Mr. Phoenix, én most éppen egy LOL solo ranked után néztem a plafont 40 percig, úgyhogy kell egy kis high stream, azt elhiszem. A LOL az tud kegyetlen lenni, hú, mekkora lapok vannak a kezünkbe. Következő körben játszani is kéne valamit, mert már nem tudok húzgálni. Csak úgy. Hát. Valami early play. Ez 9 lap. Ugyanakkor a következő körben mit játszom? Jó, nem baj, legalább tudok tapolni. Ki játszik még LOL, én sosem értettem, hogy az így miért létezik. Hát amúgy néha nem. Lehet benne vicces, tök jó dolgokat csinálni, de lehet benne lélekszaggató, utolsó undorító szar dolgokat is csinálni, úgyhogy nem egyszerű. Ez tudja, valami combo druid lesz, mert azért ezek... Tehát a játéknak az a lényege, hogy az jó. Az nagyon jó. Tehát a játéknak az lenne a lényege, hogy teszünk le lapokat, na most ő ezt nem csinálja. Mert függő vagyok. Persze, hogy ez így működik. Ez a legtöbb játékkal így működik. Tehát egy csomó játékkal, ha észreveszed, nem azért játszol, mert élvezed, hanem mert függője vagy, mert amikor jó, akkor geci jó, amikor szar, akkor geci szar, de amikor jó, és ez a hogy hívják a boldogsághormonokat? Na mindegy, a boldogsághormonok, azok így jönnek, azért, hogy ha ez tényleg geci, és olyan, mint ha bedrogoznál, érted? Rendesen olyanok ezek a játékok, mint a drog.
És nem jó értelemben. A dopamin, igen, köszönöm, ez nem jutott eszembe. Az lesz az. Az lesz az. Igen, és ez szabadít fel annyit a fejedből, hogy ja, ez mit nyertünk, mit megy, de amikor meg ilyen, tényleg ilyen emotional despair az egész játék, akkor meg így... De akkor, amikor rossz, akkor nem annyira rossz, mint amennyire jó, amikor jó. Hú, ezt pont elég volt elmondani, hogy mit tudsz. De a card, orgén, nem tűnnek vissza, az mondjuk szomorú, na mindegy, menjünk. Ez tudja, hogy valami... Ami helelehululú lesz. Nem is játszottam, amikor Guff nem volt nerfölve. Hát... De én játszottam nagyon-nagyon régen, amikor ott... Nem... Mi az, amikor ott voltak olyan dolgok. Tehát én például emlékszem még a leges-legelső nerf előtti questrugóra. Te jó ég. Undorító. Szörnyű, tragikus. Nyomorba dönt. Amúgy csinálhatnom valamit ez a druid, mert most már itt vagyunk 7 manán, és nem történnek dolgok. Amúgy. Szóval, hogy teljesen unnerföl van? Semmit nem tud most kb. Az komoly. Az mondjuk komoly. Ja, tényleg most többet késik a streamer, volt 2 megszakadás. Tényleg. Most a Master 120 LP-ről Master 24-re. Hát amúgy... Az tényleg kellemetlen. Miért húztam 2 lapot? Mit csinálok? Disruptáljunk? Amúgy disruptálunk, gyere! Disruptáljuk a srácot. Ja, úgyhogy ez a játék ez ilyen. Te is, amikor ezzel látod, HS-ben is például Rankeden régen, én ezen vertem föl magam állandóan. Jaj, az orrom. Hogy... az baj. Hogy jó tisztínedre az megvan, sose baj. Kazakus! Szóval, ja. Megégetünk még valamit. Mi a druid? Szóval, ja, amikor látod, hogy mész haladsz, és fasza, akkor tényleg nagyon jó, mert ez az, hogy ez azért tényleg jó játszani, nyerni kell, meg mész fel, vagy mész le. De amikor meg kikapsz ilyen ostoba hülye butaságoktól, mi a druid éjcebdekek egyike, azt gondolom, főleg, hogy ez nekem most annyira nem lesz jó, mert igen. Tehát nem tud mit kezdeni a szarjaimmal. Házsban megcsinálom a diát, és ott tovább nem, mert így is ideges stresszelek ranked, de nem úgy, ja. És azt néztem, hogyha legendben nem is, de dia 5-ig lemenni ajándék, mert mi az? Mi az ott jó pakkot? Egy, azt hiszem egyel kapsz csak kevesebb pakkot, viszont ott kapsz egy epic kártyát fixen, az ingyen epic, igen, azaz. Neymar. Az öreg ingyen epic. Epic! Miért? Igen. Működik. Hát ez egy elég Resident Sleeper meccs egyébként. Tizenes DK arénámnak a pakjában volt Lego nem is akármilyen. Ha! Az nem rossz! Sőt, amúgy lassan én is nyithatnék egy legendet, tehát hogy nagyon menne, mondjuk lesz 4 pak, ha minden jól megy stream végén. Még mennyit 3-at kell nyernünk. Szóval aki nem kezdett el lozni és kompetitív személyiség, ne tegye, amúgy tényleg nem. Tényleg ne. Nem éri meg. Nagyon nem. Naun.
Hát, mi az, hogy 15 mana? Inkább sok. Igen. Jó, a counter-ölve lett tényleg. Hát én mondjuk most folyamat fogjuk húzni a szarjainkat, sajnos. A LoL az egy veszélyes játék, mert úgy akár jó is lehetne, de nem az. Vagy hát amúgy valamikor tényleg az. Amikor van egy full squad és úgy mentek akár flex rankeden, akár nem. Az szétmegy. Amikor meg az egyedül próbálsz játszani, nincs kivel játszani, és az halál. Vagy akár ketten. Vagy én ADC-ként random supporttal, fú, hát föl tudnám gyújtani magam. Azonnal. Rögvest. Amúgy pöröghetne egy kicsit gyorsabban a dolog. Egy kompetitív pisagyorsulási verseny, amúgy igen? Tényleg most megyet rendezni kéne. Hogy lett 16 manája? Branching perc, ezt vágom, ezt a lapot. A ötös primér annyira jó érzés, amúgy az az, mert az ritkán van. Az nem rossz. Elkezdem kiszórni a dolgokat a kezemből. Doom for you! Nincs több minion a, vagy nincs több démon a deckembe, azt mondjuk szomorú. Hát akkor mondjuk húzhattam volna akár bármi mást is, na mindegy. Ja, amúgy TikTok, igen. Annyira jó, csak a többiek casualok és nem tryhardok én meg, igen, és ja, hát, igen, olyan van. Nem már, ne húzass velem lapokat. Branching Pet azóta is használja minden druid deck. Az nagyot megy, mert az én emlékszem. Az egy nagy dolog. Nem szólóküznek, csak akkor gémelnek, ha megvannak öten. Mondjuk azt meg tudom érteni. Az baj. Vagy hát annyira amúgy nem, de amúgy baj. Ez a deckjében volt. Hát. De így már nem immunis. Ja, Enzot itt van nálunk. Akkor szemet láda. Ja tényleg, mert van ilyenünk is, igen. Kedvzat, következő körben vicces lesz. Nem húzunk több lapot. Hát így is 9 lap van a kezemben. Jó, mondjuk nem akkora baj. Nem akkora baj. Ah. Don't you ever forget. Ja, mondjuk real. Már amúgy nagy rőf az van a deckben. Ja, amúgy vágom, csak ez egy összelet rakva és így jel, de amúgy ezeket tényleg ki kell, az ETC-ből tényleg ki kell cserélni a dolgokat. Hát amúgy. Tök mindegy. Ezt kifejezően most nem metem van nagyon ajánlott. Az nincs meg az alap, most így névről. Mindenkö... Hát. Hát. Na meg még húz is egy lapot, légy szíves. Légy csibecs. Hmm.
Hát amúgy most így nem tudom, hogy bármit csinálhat. De megnézzük meg az öreg Sticky Fingert. Most ennek a meccsnek hosszából adódó lehet, hogy át fog menni klasszikra, mert egy kicsit gyorsabbak a meccsek. Hát... Aha... Legyen. Igen, az gyorsabb. Ja, utána... Igen. Jó lesz. Klasszik, gyorsan nyerünk még három meccset, remélem. Aztán klegy, 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 klegy. Na, ha még a következő körben Enzotot leveszi, akkor igazából kifogytam a lehetőségekből. Nincs több ötletem. Nyerni kell, ufa, persze! Még hármat. A heti questért. Én ezekről lemaradok, mert mindig, nem most tudom, hogy van nála még egy. Hát. Hát az ráér, jaj, csak ki akarom farmolni a decket. Vagy az, nem a decket, hanem azt az egy darab őpakkot ma. Bár akkor sincs baj, hogyha máskor lesz kiformolva egyébként. Ha. Érdekes. Mondjuk, ja, amúgy meg lehetne hagyni a következő zőre is, következő streamre is. Most elgondolkodtam. Egy kicsit. Nem nagyon, egy kicsit. Ebből még valami aljas play kijöhet, amúgy. Sőt, fix. Nem, te aljas szemetláda. Elrontotta a play-emet. Te aljas, pedig az még nagyon jól jött volna, hát. Már nem igazán akarok lapot húzni. Ezek meg halljanak szépen meg. Nincs időm játékokra, testvérem. Na, nincs defile. Hát, se defile, se semmi. Ez most nem adja ki annyira. De előbb-utóbb is neki elfeti. Damage-et kapni mondjuk, ja. Keltuzád, az mondjuk keltuzád, de meddig keltuzád. Ja, amúgy a jobbosod van, nagyon régóta mehetne. Ja, de itt már nincs amúgy semmi, tehát ezt azt mondja, hogy befejezhettem volna, Isten tudja mikor. Na. Akkor kinyissuk a pakkokat, azt mondjátok? Amúgy. Mert akkor csináljuk azt. Aztán utána folytatjuk a ranked olgatást. Mert a
Book opening. Egy epic, jó. Golden epic. A Golden Hollow Hound. Eye of Shadow, let's go, amúgy ez nagyot megy. Ott is van! Még egy Hollow Hound. Ja, a Golden Hollow Houndot azt nem is fogom betörni. Ez amúgy arénán kívül is működik ez a lap? Amúgy. Tehát hogy? Persze, igen. Warrior nyomja? Hát. Hát. No jó, hát ez Amalgam Vari. Az nem valami jó. Azért mondom, hogy az arénában tök jót megy, de amúgy rankedben nem tudom elképzelni, hogy ezzel akkora tempót nyerjél. Tehát legrosszabb esetben amúgy 400 dust. De legalább nyitottunk egy legendarit. Zsa. Ezt érdemlem. Jó, nem mondanám, de jó sokszor lekopizod és nyomozod ki, hát ez akkor jó. Hát mondjuk, ja, akkor az real. Csak hát ahhoz kell kopizni. Na, mi van itt? Ja, hát akkor még ezek a küldik vannak. Hónapra lesz amúgy még egy. Meg hát ez a pak is itt van, úgyhogy... Ja, jó van, akkor játszunk még pár meccset, aztán már ennyi volt. Már ha, ja, amúgy lehet, hogy ez lesz már a záró meccs, hogyha megint egy olyan meccs lesz, mint az előbb volt, a druid ellen. Jó, most egy darabig egyébként nem fogom betörni. Van a Amalgam Bandet. Csak 5 szint van level 100-ig, az komoly? Az kom... Ja, mondjuk ETC-t lecserélhettem volna valami situational kártyára. Most kérhetem 450 G-t. Hát amúgy én ma annyit nem. De... Ja, hát 375-ös össze lett... De fasz, 4! 4 lett összeszedve. Tényleg. Az is 300. Úgyhogy ja, pörögni kell, nyomni kell, játszani kell, meg fejlődgetni. Aztán következő kiegész ki lesz maxolva. Easy. Ja, vágom, néztem, hogy 75, meg 100, meg 150, már most már nekem 75-öt ad. Hát, már megint tele van a kezem amúgy. Jön a baj, egy kört még elbírunk. Amúgy bírunk a faszt. Szkú. Hát. Ettől függetlenül ugyanúgy tele lesz a kezem. Nem kell lapot húzni, mert van. Amúgy az lesz. Nem, mert LTC valahogy mindig benn van a kezemben, de sose jó. Vagy hát, amikor kijönnek zenek, akkor már nyerünk. Tehát igazából tök mindegy. Amikor meg early-be kapom, akkor igazából nem segít. Tehát, hogy... ja. Na jó. Ez így nem jó. Ez így nem jó. Ehelyett megyünk egy másikat, nem hagyom, hogy ez legyen az utolsó. Ő.
Jó, megnézzük az új lapokat. A. Oh. Me. Basz. Jó, teszünk bele defiled. Szerintem. Defiled mindenképpen. Egy arany defile, fix. Sticky finger. Fix, igen. Dark skies. Let's make. Hát azért azt most nem akarom lecraftolni. Jó, hogy ezek szerint van is. Még ez melyik kiegészítőből van. Á. Bocsánat. Descent of Dragons, ott még azért játszogattam. Ott még azért játszogattam, meg mi kéne valami... tudom, ami izé ellen is... spell ellenes. Ezt külön írják? Ilyen Ether of Spells, hülye vagyok. Jó... Nem tudok írni se. Várjál, nem. Eater of Secrets, én arra gondoltam. Eater of Secrets, erre gondoltam. Úgyhogy ez így jó. Nem, ahogy a Spellbreakerből és az Eater of Secretsből csináltam egy ilyen mismes lapot, hogy amúgy igen, erre gondoltam. Na, akkor legyen ez egy utolsó mes, remélem nyerek. Bár aztán ki tudja a mai világban. Mikor nyer az ember, meg mikor nem. Kusztomla. Ja, ezért lesz. Vagy... Ja, ez egy... Az lesz, hogy silence an enemy minion and destroy an enemy secret. És így egybe. Kazákos. Az öreg kazákos kezdőkézben mindig jó. Hát. Na most már kezd mocsok meleg lenni itt benne. Aha. Meg is jött megint. De a weaponos az lehet, hogy jó lesz. Gorgonzola! A skulódó már nem jó, akkor most már csak démonok kellenek. Let's go. Bizony. Esport. Vagy. Amúgy. Amúgy ez működhet.
És akkor visszatok hozni egy kazákost, akár esetleg. Uh-huh. Következő körben, mert akkor playerünk egy olyat, hogy ha nincsen démon a kezembe, hogy kazakus potion, persze ha meghal. Nem hal meg. Nem helele meg. Elemmel tuti lesz nála a weapon. Tuti lesz nála a weapon, sticky fingers, azonnal. Sticky finger. Sticky. Ah, kicsit húzok a púcsin szét, mert szétmegyek. Igen. Megint. Mi ez? Mi ez a helele hululú? Amúgy el nem hiszem, hogy egy darab démon nincs a kezemben, pedig amúgy nincs. School of Manari. Feltesszük, jó lesz. Mitől ragocsosak az ujjak? Hát amúgy mitől? Amúgy mitől? Fúj. Remélem, hogy nem az, amire gondolok. Ó, Bogi VR egyébként, köszönöm szépen, neked is a követést, üdvözöllek a csatornán. Jaj. Jó, mondjuk van ilyen is, hogy HP egyébként, az baj. Tebb. Testek. Testekon, testekon, testek. Nagyot megy. Certifikát nagyot megy. Eddig. Az a Midruid az aljas volt. To be honest with you. Teljes mértékben. Hát ez egy elég gyenge play, testvérem. In my humble opinion. Aha, aha, értem, vágom, nyomjuk, csináljuk. Ah, de a game beledve. Oh. Zep. Na, következő körben az is gyó. Nincsen spellezgetés. Igen, tudtam, hogy lőtebb kell. Ha-ha! 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 Ez kis picike fütyikén azért, ha-ha! Szarart. Az is taunt, testvérem. Az kemény. Az kemény. Tudod, mit mondok erre? Tudod? Nem tudja. Easy. E to the fucking Z. Nagyon jó, nagyon jó.
Most még mutatok valamit. Jó, jó, gyere, mutasd. Mit akarsz mutatni? Te mocskós. Kérdés, hogy Herod itt van-e? Lehet, hogy éppen lolozik és nem tud kikattintani. Ja. Ja, amúgy küld el akármelyikünknek Battle.net-en és ott látjuk. Á. Bizony. Jó, lesz holnap is mit csinálni. Még, lesz még egy quest. Ez valami kép lesz. Ez valami kép lesz, úgyhogy ezt megnézzük így kint. Imgür. Meg is lett csinálva a fotó? Yes, I am over 18, igen. Aha. Szóval 4 van a 2-t, amúgy ez kiadja. Destroy a random enemy secret. If you control one of those silence an enemy minion. Amúgy ez egy edit caveatnek. Ja, ja, amúgy ez így működik. Működik. Csak hát, hogy ezek a destroy secretes dolgok, ezek mindig akkor mennek ugye nagyot, amikor olyan klasszel játszol, aki nem van secret. Amúgy nagyon nagyot megy. Jó. Fasza, fasza. Na srácok, akkor én már ennyi voltam. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ezen a streamen, mert amúgy annak ellenére, hogy semmi korszakalkotót nem csináltunk. Én nagyon élveztem. Ne felejtsétek, szombaton legózunk egy nőt az öreg Jimbo-val. Ugyanoda lesz egyébként kirakva is, úgyhogy majd a fejemmel kezdek valamit, hogy ne takarjam ki. Tehát azért, ha valamit, akkor azt lehessen látni. Ja, holnap is jövök majd este 6-kor, ittali. Addig jók legyetek és jó éjszakát. Sziasztok!